sírom, tudom, ha nem úgy áll. A nevem mélyen vésted a padba, hát nem szerethetsz más. Jambec voltam, de elég már. A sírom, tudom, ha nem úgy áll. A nevem mélyen vésted a padba, hát nem szerethetsz más. Szaporázd a lépés.
guy. Quack, 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 quack. És csókokat nyomott rám. Csirály, hogy hisz a mesékben még néhány királylány. Hogy megtöri csókja a boszorkányát kád. Aztán megkérem a kezét, és végül szül majd egy kis babát. De király hibán mégsem változott pillanatok alatt. Hiába csókolod meg, amíg a mindig béka marad. Sírhat még ezen egy ilyen át, megcsukva mind, aztán megy tovább, de kicsit se fáj. Újra egyedül reked a híres béka király. Sírhat még ezen egy ilyen át, megcsukva mind, aztán megy tovább, de kicsit se fáj. Újra egyedül reked a híres béka király. Olyan régen várok rád, gyere meg mentő. Király. Király. 16. Több valamint három samidő. Az erdőcs mezőt járán eltűnődik. Hová lőm az rím? Mely időn vitéz mátyás király urunk, mennybe szálas érettebb napke siránkozunk. Igazság már az időtől nincs. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim merengének télen, szép Dunán hömpölygő olajtengerében. S eltűnődék, hová lőn az jég? Bécsnek büszke várát azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Halljunk szót! Nagy Dalidó lesz itt, máma, én mondom.
Hát ez szuper buli, mert a jányom eladom. Lagzi Lajost vendégségbe meghívom. Az összes pipa dohányomat elszívom. Mert aki bújt, aki nem mire a nap felkel, Lagzi lesz és punktum a jány elkel. Jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. A dégedűn észre játszom, mert nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. A de kombiné, kombiné, a tömkész kombiné, ha még az éjjel felhajtom majd én. Adaj a híd alatt, a Margit híd alatt, hadd ott hagytod a kombinétodat. De már meg a kérő vajon hova bújt? Hát bizony a tablettásportól kinyúlt, vagy az ember piacon árulják már szegényt, tán elraboltatta Terry Black a vőlegény. Ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, halihó, szép délutánt kívánok nektek! Ez hagyd menjen le, itt megállítottam a bejátszást, mert nem tudtam mennyire fontos. Remélem elvileg jól látjátok. Üdvözlöm Lucát, aki majd visszatér, Lillian Summertime-ot, Victoria Juhász, John-t, Beát, Démonmestert, Azazelt. Valamint Eldorit és Fahéjas Csigát, örülök, hogy ide értetek ti is kezdésre. Ez csak ilyen felvezető. Van-e itt olyan, aki mondjuk már végignézte a Witcher-t, mondjuk, vagy játszotta a játékot? Ne spoilerezzetek, arra megkérlek, mert én nem néztem még végig a Witcher-t, csak pár évadot, vagy egy-két évadot láttam. Milyen napotok volt, addig írjátok meg, amíg belemerülünk jobban a dolgokba. Hello, Gréti! Jó napja volt, szuper! The trolls, the corpse eaters, the werewolves. Did we raise our swords against? Na, akkor teljesen új lesz Beának. Na, tehát a Witcherek ilyen, majdnem, hogy ilyen, ha jól értelmeztem a sorozatot is. Minden ős Witcher fannak, meg mindenkitől elnézést kérek, én csak úgy néztem, hogy így kedvből, kedvtelésből néztem a részeket. A Witchereket én úgy fogalmaztam meg, hogy felbérelik őket, hogy megöljék a különböző lényeket. Hát ilyen bérgyilkosszerűségek. Na, tök jó, Gréti, én ma vittem ki 100-ra, 8, 95-ről, de azért kemény volt, mire meglett.
The North bleeds! Flogged by war! The battles are the gods' whip! A story részt olvasni fogom, csak a bevezetőt nem, addig tudunk beszélgetni. Szia, Tea! Igen, Dave-ök azért vannak, hogy pénzét cserébe szörnyeket öljenek. Akkor teljesen jól felfogtam a lényegét legalább. Aha. És sok-sok pénzért. Mert például emlékszek, hogy a Geralt volt egy rész, ahol alig akarta elvállalni a vadászatot, mert nem az volt, hogy pénzé vagy valami ilyesmi. Nem most néztük, 2 éve néztem, tehát nem most volt. Jó-e a hangbeállítás hozzám képest először, vagy nagyon hangos? Először ezt tisztázzuk le. Én már ezt lejjebb vittem egyszer, de akkor megint lejjebb viszem ennyivel. Figyelsz. Most így jó lesz a lejjebb víve. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te kis Witcher, hová mész? Jó, szuper. Ok. Magyar nyelven fog játszódni. Leírásba leírtam, olvassátok el, hogy tartalmazhat olyan jeleneteket, ami zavaró lehet a kiskorúak számára. Különböző módon öldöklések, kettévágások, lefejezések, hát ami a középkorba is ment. Pluszba ugye démonok, szörnyek, azokat vadászuk le. Szex és egyéb dolgok az lett volna, de egy modolásnak köszönhetően Zsolttal kiszedtük, tehát hogy amikor mondjuk egy pucér feneket, vagy bocsánat, női nemi szervet tolt volna az arcunkba a játék, vagy éppen Geralt kukiját, azok helyén ruha lesz, tehát hogy sikerült ezt felülírni, hogy a mesztelenséget kiszedjük. Attól függetlenül lesz olyan rész küldetés, amit valószínű, hogy majd vagy lefeketézek, vagy valamit kitalálok, mert egy ismerősöm mondta, hogy van egy olyan része, hogy hát egy mini spoilert mondok, hogy majd elmegyünk egy ilyen bordélyházba, és ott gyilkolászások vannak, meg minden, de ilyen volt a Detroitba, volt hasonló a Life is Strange-be, de ennyire nem durván, de a Detroitba pölö volt. Úgyhogy a lényeg az, hogy a mesztelenséget hála a jó égnek ki tudtuk szedni, úgyhogy most már, amikor megjelenik Jennifer, vagy hogy a szarba hívják, már bocsánat, nem tudom a Chaisi nevét, J-betűs Chaisi boszorkány, akkor nem a pucér valagát fogjuk látni, hanem lesz rajta egy fekete bugyogó. Tehát nem sokkal öltöztettük fel, tehát nem ráadtunk egy szoknyát, de bugyit adtunk rá. Úgyhogy ennek az indulásnak köszönhetően akkor kezdjük el az új játékunkat. És az oktatóanyag is kell. Úgyhogy majd ha itt lesz ügyvéd úr barátom, köszönjük neki, hogy bugyogót adott a lányoknak. Igen, a bugyi az már úgy rendben van. Az másik játékokban is van. Éppen megy egy háború, ahol hip-hop jön penge. Ú, szegény lovacska. De vannak élő lovacskák. Aha, most azt látjuk, hogy mi történt a múltban, és mi ott vagyunk a valóságban. Hát igen. A tegnapi Bioshock jut eszembe, ahol a varjakat irányítottam, csak nem ennyire durván. Vagyis hát de. Geralt lovát úgy hívják, hogy keszeg. Na ezt nem tudtam. Amúgy gyönyörű a játék. Mármint mi a grafikát és a zenét illeti. Az a vicces, hogy még ha új lovat szerez, azt is keszegnek fogja elnevezni. Ne. Közben aki gondolja, ossza majd Insta story-ba. Köszi. Amúgy én bírtam ezt a Chaisit, legalábbis amennyi részt láttam abban, még nekem szimpi volt. Egy erős boszorkány.
konkrétan varázslat. Zsolt dolgozik, 17 óra 40 körül jön, ott lesz egy szünet, aztán utána jövünk együtt vissza. Mondta, hogy addig kezdjem el, csak reméli, hogy nem érünk el addig a részig, ahol a prostik lesznek, ma ott majd szól, amikor feketítsek. Azaz Jennifer szeretjük, vagy Jennifer-t, hogy kell mondani? J-vel, nem? J-vel. J-vel. Ez mindig nehéz. Magyarban is van Jennifer ismerősöm, J-vel és J-vel is. És így ráhangolódunk a középkori dolgokra egy picit. Amúgy szia, Mufi! G-vel azt tudom, engem zavart, aki Geraldnak mondja. Szia Lili! Lapóz a Lili. Na, ott vannak a pacikáink. Alcsikázunk. Új jelenet, a Witcher erődben játszódik. Ott egy láb. Még egy láb. Megfürdünk. Ja, J-vel, oké. A fürdés fontos dolog. Tisztának kell lennünk, hogy tisztán lássunk. Az veszélyes, ha egy ilyen fene vad mászik bele a kádunkba, csak úgy megsúgom. Nem túl praktikus, ilyenkor ki kell ugrani ilyettünkbe, nem szabad megvárni, amíg hozzáér bármelyik testrészünkhöz. Higgyétek el nekem. Bár erre kis esély van, hogy egy skorpió bemászik a fürdőkádatokba. Tudod, hogy engem ez nem szórakoztat ennyire? És figyelsz, figyelsz, lesz Geralton ruha, mert ruhába fürdik. Szia, ügyvéd úr! Ott a csaj, figyelj, ott a fekete bugyogó. Mármint ez azért emelem ki, nem azért, mert Dave Pervers, hanem hogy alapból nem lenne rajta bugyogó, de így örülünk, hogy van. Megígérted Siri-nek, hogy gyakorolsz vele. Menj mielőtt Vesemir halára. Igen, itt megint majd ilyen szuper gyors olvasást kell ejtenem. Kicsit szétkarmizsálták a hátunkat. Szóval később találkozunk? Később találkozunk. Megérkezett Balázs is? Szia, szia! Nightbotra figyelj! Ó, kisz-kisz! Látod, hogy örülök? Hát legalább itt tudjuk játszani. Úgy volt, hogy végig se tudjuk játszani. Azt azért vettem meg akciósan, hallod? Majd ha visszanézed, mit mondtam, ügyvéd úr barátom. Sírni fogsz. Na, ilyen gyorsan tudnék felöltözni, akkor olyan a büszke lenne rám, de nálam nem ilyen gyors a tempó. Hát igen, azért így egy kicsit kedvezőbb a játék, azért valljuk be. Majdnem olyan, mintha ilyen öltöztetős game lenne. Megmosta a haját. Felrakja a kis csengettyűt, mint ez jó viccelek, nem csengettyűt. Medáliont. Geralt nem bírja itt hagyni a csajt, hallod. Nem bír betelni a látvánnyal. Na, üdvözlünk az oktatóban. Igen, igen, ez az oktató rész bevezető működés alapjaiban, szójegyzékben a részletes információt kapsz a játékokról. Oké. Okay. A B-vel tudok ugrani. A Witcher érzék, azaz LT lesz. Mini térkép jobb felső sarokban mutatja a jelenlegi helyzetet, célok listáját. Rendben van, ez teljesen okés. A Witcher nézetemmel látom a Sest. Kezd kifogyni, hozhatnál már, ha befejezted a gyakorlást. Nézd meg, elfogy a boroszt, már bort akar a csaj. LT lenyomásával használtad a Witcher érzéket. Hát azt csináltam éppen. Nagyon jó. A Riviai Geraltnak írom, azaz. Jaj, szegény Bard. Igen, csak arra kérlek, hogy a játékon belül ne spoilerezzünk.
De azt a dalt szerettem. Nagyon szép kis lakás van, hallod itt. Beszélgessünk. Tudod, úgy gondoltam, Siri még várhat egy keveset. Nevelési szempontból előnytelen, még észszerűségi szempontból is. Szeretnék még veled maradni. Akkor legyünk észszerűtlenek. Igazad van, megyek, megkeresem Sirit. Vannak ilyen választható dolgok. Jelölj ki lehetőséget párbeszédből, ezután nyomd le az A gombot. Rendben van. Oké, és próbálj tényleg egybeírni, hogy ne 3-4 sorba, erre én is kérlek, köszönöm. Szeressünk még vele maradni. Hiányoztál nagyon. Hát, te is hiányoztál nekem, de rengeteg időnk van még bepótolni. Menj és gyakorolj vele, aztán gyere vissza, legalább lesz időn feltenni a sminkem. Az összes nő közül, akit ismerek, te vagy az egyetlen, aki ezt csinálja, mielőtt sok nőt ismertél? Mit számít? Mindig csak rád gondoltam. Aha, tehát azelőtt még kisminkeli magát. Mondjuk minek? Egyéni, szociális probléma. Na! LT gomba nem mutat rajta semmit. Ó, ohohohohoho, várjál, világít a kabát. Van olyan ruhád, ami nem fekete-fehér? A fehér nem. Hát hazudik, more! A fehér neműd is fekete! Azt mondja, van olyan, ami nem fekete-fehér? Egyből hazudik. Szia, édeskert! Az fekete! Már bocsánat. Mondjuk, hát, mit vártunk tőle? Itt van a varázskönyvnél valami. Egy kulcs. Bezárt ajtók kinyitásához menj oda, hozzájuk és A betű, rendben van. Csak egy tipp, lehet majd pihenni, nem emlékszem pontosan a rendszer, és a pihensz, azt hiszem több ideig tartó opcióval, akkor HP poti többi méreg egy részét visszakapod, rendben van. Oksika. Pirosat kellett volna, bár ebben az időben még nem nagyon volt szerintem piros-fehér nemű. Hozzátenném, ilyen csipke-fehér nemű se hiszem, hogy volt. Oké, köszönöm szépen, Tea. Hallod, úgy megyek, mint aki karót nyelt. Az öreg Witcher bealudt, Siri pedig elkószált valahova, ahogy szokott. Tehát az öreg Witcher tanította Sirit, de Siri meg elment. Siri egy kis csaj, ha minden emlékezetem nem csal. Még rímelt is, hallod. Gyönyörű kastélyom. Na igen, múltkor a kastélyra gyűjtök donétból lett, azt hiszem 800 forint. Lehet folytatni itt is a kastélyra való donétem. Micsoda? Ideje felkelni, mester. Annyira unalmasak ezek a leckék, hogy bealszol rajtuk. Fenébe gohulók, algohulókat jegyzetelte, én még csak pillanatra hunytam le a szemem. Ezt a téglát próbált kijegyzetelni vele, még jó, hogy meglép. Igen, tehát ne könyvekből tanítsuk a gyereket, hanem tapasztalatból, nem úgy, mint a mocsok, amit manapság nyomnak. Az ingák közt a vacakol, nem igaz? Hányszor mondjam még el neki, ne gyakorolj egyedül, mert csak hibáid rögzülnek tőle. Akkor kivel gyakoroljon? Hozz ide a kis leánynak az alsó udvarba, gyakorolni akar, ott aztán gyakorolhat. Mi rontottuk el? Hogy mi rontottuk el? Én kezdettől fogva azt szajkoztam, hogy Sirinek kemény kéz kell. Szajkoztad valóban, de téged is pont úgy kenyérre kell, mint bármelyikünket. Hát igen. Jól van, azt hiszem, részben én is hibás vagyok, de ennek legyen vége most. Jó, szigorúan fogjuk a Cirikét. Szörnyek leölése nem olyasmi, amit félváról lehet venni, Sirinek meg kell értenie, ha közénk akar állni. Lent találkozunk. Rossz. Értem már, miért akartál annyira gyakorolni. Csapj oda. Már nem joda, hanem oda. Wow. Azért én ilyen mozdulatokat tudnék, szerintem meglepődnétek. Hoppa kard, nyert a szörny. Hát középkorba játszódik szintén, édesker. Nem a cirkuszban vagy, piruett. Beoltja rendesen. Wrong. Footwork. Nem, ügyelj a lábmunkára.
Ő meg csak bámulja, hogy milyen jó tanár vagyok. Hát ez így szokott lenni. Elég, gyere le. Csavarral? Mit gondolsz? Én is így szoktam lejönni a buszra egy hátraszaltóval, bekötött szemmel. Van hová fejlődnöd, még mindig nem vagy gyors, csak egy Witcherhez képest. Azt képzeled, a folytó lidércek és a strigák majd kímélni fognak? Azok a lények. Bár én helyedben nem a strigák, hanem Vezemir miatt aggódnék, nem túl bölcs dolog ellent mondani neki. Hát igen, de a könyv szörnyen unalmas. Hát a suliba levők ezt most átérezhették. Szia, Dániel. Tudom, te pedig, hogy ez nem mentség. Sajnálom, többé nem fordul elő. Kicsit tündebeütése van amúgy. Egy sajnálom nem elég. Jó, ne legyünk annyira. De várjál, azt mondta, legyünk szigorúak. Egy sajnálom nem elég. Addig jó. Vaj szívem van. Addig jó, Vezemir azt mondta, ha újra kezded felelet, eltöbb veled egy tál, megetett veled egy tál csigát. Pontosan, szóval fegyelmezd magad. Gyere, lent fogunk gyakorolni a többiekkel. Fussunk a falon. Hallod, persze, Naruto vagyok. Ő kell az oktató rész, úgyhogy igen. Még szép, ez most Witcher iskola vagy tünde fürdőház. Ok. Maybe if you fall. És mi van, ha leesel? Hát akkor kinyifansz. Hello, Kerekperec és Luca. Milyen napotok volt közben? Na várjál, B gombbal mászok. Aha. Gyorsabb voltam? Mondjuk nem tudom, merre kell menni. Through your mouth, in rhythm with your steps. Ja, lefelé. Siri, cut it out. Mondjuk a labból nem kéne átnézni cuccokat? Mondjuk hát futás közben nem. Itt le kéne menni, gondolom. Nekem nagyon jó napom volt. B gombot, hogy átugord az akadályokat. Oké, a B-vel ugrunk át akadályt, jó. Igazából kicsit genshineztem, de csak a napi küldetéseket, meg gyűjtögettem, aztán Fortnite-ba összeszedtem a level 100-ast, meg Janával voltunk itthon, most itthoni oktatása volt, és akkor egy kicsit tudtunk beszélgetni, meg együtt ebédelni, tök jó volt. Jaj, ne, Vezemir megint úgy néz rám. Hát szarügy. Na, tök jó. Nem tudom, ki ez járt, mikor hallgatod a live-t a háttérben, álmod egy királylányt, nem túl érdekes információ, nem baj. Szia! Kazutorakun. Mit tudsz felhozni a védelmedre, kis hölgy? Nagyon sajnálom, Vezemir bácsi. Az ifjú vértetre éhes, értem én, de ha szörnyel harcolsz, a tudás legalább annyit számít, mint az ezüst kard, de legalább a gohul tudj megkülönböztetni egy alkoholtól. Aha. Alkohol. Bármint a rajzol, igen. Ezt mondjuk, hogy értelmeztük. Szóval elolvasod a fejezetet, de akkor is szólnod kellett volna. Tehát bememorizálta a szavakat. De hiszen aludtál, Vezemir bácsi. Szomorú! Ebből nem magyarázod ki magad, mondhatod volna, hogy megcsinálod a feladatot. Ebből nem magyarázod ki magad, legyen ez. A Witchernek tudnia kell megtéveszteni az ellenfelet, te mondtad. Meg lehet, de nem arra gondoltam, hogy Vezemirt kell annak nézned. Világos, ez bölcs dolog. Jó, eleget beszéltünk, Geralt, velem, Weaves, Lambert, ez igen, Siri bábúval. Oké. Elég a nyafogásból, fogd a kardot, megtanulok harcolni! Mennyire függ össze a sorozattal? Én most kezdtem el nézni, és sok spoiler van, akkor elköszönök. Hát Myrtle elvileg nem nagyon, mármint én nem tudom. Megkérdezném Azazelt meg Teát, mert ők látták a Witcher sorozatot, tudom, hogy szeretik mind a ketten. Nem ez volt a soriba eddig, mint most, de még én se tartok, csak a második évad körül.
Szerintem inkább csak ez ilyen fanjáték és hasonló feladatok vannak, de hogy nem a sztorit meséli el. Mit gondolsz, kezdjünk az alapok? Alapok, nekem csak az alapok, More. Nincs benne spoiler, úgyhogy maradhatsz, Mirtil, és szia, örülök, hogy itt vagy. Gyakorolnod kellene az alapokat, még tapasztalt mestereknek is gyakorolniuk kell. Siri épp csak kezdő. Én is olyan kezdő vagyok, hallod, rendben van, Bea. Közben osztátok Insta-sztoriba, köszi, köszi. Na, úgyhogy inkább ez ilyen kedcsináló lehet a sorozathoz, hogy megtudják, hogy milyen az a vaják, meg hogy milyenek a lények, meg ilyenek, de ennek örülök, hogy nem az kopiszta le. Na, harc a páncélozott lovagoktól az éteri lidérceken át csontzúzó óriásokig. A Witchernek mindenféle ember és szörny ellen fel kell készülnie, ezért hát tudnia kell, hogyan használja a különféle fegyvereket, harci technikákat. Mindent elolvasok, mert tanultam azokból, amikor csak elkapkodtam a játékokat és nem tudtam a dolgokat. Mesterségének alapvető eszközei a kardok, egyik acél, az emberek emberszabású ellen jó lesz. Minden Witcher ezen felül elsajátítja a harci mágia egyszerű formáját, ezek a jelek nem olyan erősek, mint a mágusok által használt varázslatok, de gyorsan létrehozhatóak, egyszerű félkezes mozdulatokkal jól jöhet a harc sűrűjében. Tehát van a kard, a jel és az alkímia. A Witcher kiképzése kiterjed az alkímia alapjaira is, megtanulja, hogyan készítsen nagyhatalmú főzeteket, fegyverolajakat, bombákat, csupa olyan dolgot, amelyek segítsége döntő lehet, amikor erősebb vagy gyorsabb ellenféllel kerülünk szembe. Oké, Luca írja, hogy nekem egész jó napom volt, nem írtunk matekból. Az tök jó. Itt mondjuk fontos, hogy két kardod van, egy az emberek, egy a szörnyek ellen, rendben. Nyomd az acélkard előhúzásához. Aha. R gomb nyomásával választhat célpontot. Ha van kiválasztott célpontot, támadásra el fog irányulni, nem kell célpontot változtatni vagy választani harc közben, de így teszel könnyebb összpontosítás, rendben. Oké, van az gyors támadás. Azt most nem tehetem. Van a kitérés. Van az Y, az erős támadás, és van a... De hát nekem ez a célpontom, nem? Oké, gyakoroljuk a gyors támadást. Erős támadás. Várjak Veszimir támadására. És gondolom térjek ki előle. Oké. Az A gomb segítségével félre gördülök a csapás erről, rendben. Aha. Gyere, Veszimir. Aha. És akkor... Opa. Az LT-vel hárítom a támadást. Oké, nézzük meg. Támadj rám. Aha. Jó, ezt majd meg kell tanulnom. Nagyon jó. LT lenyomásával ellentámadást nyomhatok egyből. Jó. Mondjuk, hogy megértettem. Aha, arrébb lököm egy picit. Nem rossz. Na gyere, Veszimir. LT gomb nyomásával közvetlen ellenfél támadása előtt ellentámadást hajthatok végre. Hát ez nem sikerült. Még egyszer gyere rám. Ó, basszus. Hát várjál, most próbálom azt, amit ír. Igen, Balázs, kérlek, egybe írd, be tudsz írni 6-7 sort kb, köszi. Megvan, vagy hát nem. Nem értem, várjál. Na, még egyszer, akkor támadjál, Veszimir. Azt mondja, hogy az LT benyomásával, de hát én nyomom. Vagy jobban be kéne nyomnom? Megvan. LB gomb, varázsolni tudok jelet, rendben. Aha. De várjál, hogy aktiválja a varázslatot?
sometimes called a witcher's shield. Now watch carefully, Jerry. Nem varázsolhatok jeleket. Now watch carefully to see why. Majd csak megtanuljuk. Hát ez gyönyörű volt. A Queen jel megvéd a sebzéstől, de hogy aktiválod? Azt írja, hogy az LB. Aha. Válasz ki, és akkor az A lenyomásával. Jó. Hát, eléggé túl van bonyolítva a harcrendszer. Szia, Isabella. Menj közelebb, és az RT... Nem varázsol, tehát várjál. Ezt még értelmeznem kéne. RT gomb megnyomásával varázsolj rá egy jelet. Jó. Aha. Jó, haladunk. Megy ez! Gyors elterelés az LB-vel. De várjál, melyikre kell váltani erre? Én jól vagyok nagyon, csak még tanulom a harcot, de nem egészen világos, mert az LB az állandóan felnyitja ezt. Választ ki a kar segítségével, majd aktiváld. De hogyan? Akkor majd ügyvéd úr, ha itt lesz, ha elmagyarázod, mert nekem nem világos, hogy miért nyitogatja ezt folyton fel. Aha. És akkor ezzel le tudom ezeket tesztelni, de nem váltja át mindre. Látod, most csak a kéket csinálja. Ez zavar, ez a gyors elérés menü, hogy ezt miért kéri minden áron. Nyomd meg az LB-t, de hát ezt csináltam eddig is. Rajta marad azon, hiába. Látod? Ah, Exiel, aha, összezavarja az ellenfelet. Ja, most végig tesztelgetjük a jeleket, oké, így már megvan. Hát pedig ezen van. Aha, mágikus csapdát rakok le. Hát ezeket majd megtanuljuk idővel. Várjál, most valami bombát magyaráz. Az A lenyomásával aktiválom, aha. Harc közben nem lehetséges, akkor valami nem jó. Menjél rá. Megvan. És most célozzak oda?
Tartsd lenyomva az RB cél, az egyik megjelölt gyakorló bábúra. Ja, bábúra! Oké. Okay. Megtörtént. De hogy innen. Szuper! Arcon dobtam a vén embert, igen. Harci oktató résznek itt vége, akarod, folytathatod a gyakorlást, veszi mérrel. Jó. Hey, nyughassál már! Jó van, menni fog ez. Legalábbis remélem. Köszönjük. Wow. Hát ő jobban harcol, mint én. Jól megmutattad neki, kölyök. Siri, gyere le ide. Hát nem nagyon hallgat ránk. Oké, okay, jó rendedezést közben. Szia, Krisz. Amint visszatér, beosztjuk kardok fényesítésére. Ajjajjaj. Megtaláltad a sisakot? Már rég kint lesz, tuti, hogy elment. Siri. Minden egyes pengét összeszedek neked. Mi a? Beletettek valakit? Ne! Vesemir. Egy repülőhajó. Régóta várok már erre is rád, a fehér farkas. Ne. Tudtam, hogy csak álmodjuk, már mint gondoltam. május 1272. Út Vizimába. Jól vagy? Igen, álom volt. Rosszat álmodtam. Miről? Túl soká tartana elmondani. Messze még a hajnal, van időnk. Nem nagyon szeretnék beszélni róla. Értem. Szóval, ideje indulni? Hát akkor induljunk. Várj, mutasd Jennifer levelét, talán átsiklottál valami fontos részlet fölött. Nem siklottam át semmi fölött, találkoznunk kell Vilukban. Közben egyik másik sereg porig égette a falut, csak annyit tehetünk, hogy követjük a nyomát, szóval... Hallgass egy perc, add ide a levelet, ezt már szeretem. Tényleg akác és egres illata van. Elolvasnod kellene, nem szagolgatni. Találkoznunk kell hamarosan Vizima mellett, ha semmi más, ami oda vezetne. Mi ez az utóírat? Még nálam van az unikorn is. Az magánügy. Kitömött unikorn is, egyszer ágynak használtuk. Magánügy! Nagyon magánügy.
Értem, legalábbis azt hiszem, talán nem teljesen, de lehet, hogy jobb is így. Igyekszem családbarátan játszani. Visszatérve tárgya, mit gondolsz? Szép lett volna, 2-3 nap friss, de úgy fes, hogy a főút felé tartott, nehezebb követni. De szép ez a jelenet amúgy. Sokszor el fogok csodálkozni a játék szépségén. Hallottam, gohulok. Ha most, hogy megtanultam harcolni, egyből belecsapunk a harcba. Ha eddig tetszik a játék, dobj egy hatalmas lájkot, köszi, köszi. Az élet szárazföldön és Skellinge szigeteken kemény, nehéz és rövid háború pusztítja a vidéket, és akiket megkímél, azok is itt rettegésben élnek számtalan szörnytől, amelyek falvak, városok környékén ólálkodnak. A szörnyek feje fölött ezüst életerő sáv jelzi, hogy az ezüst karddal kell megküzdened velük, rendben. Gyere te gohul! Mennyien vagytok, more? Na, egyes szintű lények. Ghoul, köszönöm szépen. Életerődet regenerált az evéssel, ivással, vagy legalább egy órán keresztül tartó meditációval. Csontzene, patak, vér. Halálfutam fokozaton meditáció nem állítja vissza az életerőt. Élelmet és innivalót elhelyezheted a fogyasztható helyeken. Elfogyaszthatod, gondolom, harc közben gyorsan elérd, nyom le a fel és le gombot, oké. Pölő lovadat az L gomb nyomásával hívhatod. Na, szedjük fel, amik vannak. Menj közel a lóhoz. Oké, még egy kis vér. Keszeg, szia keszeg! Lovak, a vicserek idejük nagy részét úton töltik, következő megbízásukat keresve át kell kelnünk hatalmas lapályokon, égbetörő hegycsúcsokon, marasztaló ingoványon egyaránt. Szerencsére Geralt mindig számíthat lovára Keszegre, aki hű társa utazásai során. Ha magadhoz szólítanád Keszeget, nyom meg duplán az L gombot. Hát én hiába nyomtam, nem jött a Keszeg. Na mindegy. Varázsital lehet csinálni, nem azért rothadó tette meg, felzabálásával elejét veszi a járványnak. A gombbal tudok vágtázni, de gyönyörű jelenet lesz. És akkor mielőtt a gyönyörű jelenetet nézzük is, befrissítem a YouTube-ot, mert nálam most telefonon semmit nem mutatott sajnos. Keszeg, hát érdekes választás. Lucának köszönöm szépen, hogy megosztotta, hogy megy a live. Osszátok meg ti is Instagramon, hogyha tetszik. De miért pont Keszeg? Ez mondjuk érdekelne amúgy. Valaki tudja, hogy miért pont Keszeg a lova. Egy hal konkrétan a Keszeg, ugye. Na, nézzünk egy vágtát. Ügetni is tudok, és leszállok a B-vel. Ló álló képesség át. Nem egy SSO. Nem tudsz tovább vágtázni, ha a lovam lemerül. Ez logikus. Lóról nem tudok majd nyilazni, mondjuk ez nem a magyarok. Lehet a halak közül szerezték. Na. Szépen bepacigolunk. Háború nem alakult túl jól. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirne are no more. Radovid's pledged to restore. Hát ezek itt csak lógnak. Believe that. Várjál! Megkérdezem a síró bácsit, mi baja?
Hé, hey, parasztok! Nem beszél. Várj a sorodra, de egy bunkó. Csókolom, paraszt néni. Elveszem a szíjat, meg a szenet. Ó, itt is lopunk. Hallod, én minden játékban összelopkodom a cuccaim. Anny, azt a mennyi minden volt itt. Szia, kislány. Nagyon kedves vagy, mindjárt lekaszabb már, mint na jó, nem. Freak. What do you want? Érdemes megállni a házakba lopkodni. Szegény halottaknál nincsen cucc. Nincs. Rócs, ami egy hal, de lengyelül szó női nemet jelenti. Ami reprezentálja, hogy Geraltnak csak kancája van, tehát mindenképpen nőstény lovat kap hátasul, értem. Még várjál, bejövök ide is. Paraszt. Szia néni. Ó. Oh. Ki tette ezt? Hát jó, nagyon udvariatlan itt mindenki velem. Csak varázsoltam, paraszt néni! Mindenki sikítozik! Ja, hívjuk oda a lovat, várjál, gyakoroljuk a lóhívást. Keszeg! Gyere ide, keszeg! Na, mehetünk. Farkas! Le kéne szállnom harcolni! Ne bántsd a lovam! Mit csinál Dave, amíg nem voltam? Fosztogat? Pontosan. Ott is vannak valamik? Mi van ott? Démonok! Folytól idért! Volt nála egy kenyér! Kicsit Red Dead hangulatú, és tényleg. Lement az életem, várja, ennem kéne. Banán, sütemény. Hegyet mászni nem tudok? Hát azt nem nagyon. Ott is ott egy... Mit egy? Lidércek! Harcoljál már! Nagyon jó. Kincses láda! Oda nézd, mennyi mindent szedek! Már megérte itt leszállni a lóról. Kitépett lap, mondjuk az életemet vissza kéne tölteni. Mentsünk egyet.
Nincsen amúgy izém? Invertárom, hogy hol vannak a cuccaim? Valahol biztos van. Szia, Krisztina Lion ír, mi újság? Jó lenne megint kajálnom, de úgy látom, hogy elfogyott a kajám. Jó, lassan föl kéne mennünk a lovamhoz amúgy. Igen, direkt könnyűn, hogy élvezhető legyen a live. Gyere, paripa! Akárhonnan jössz. Le tud jönni a ló? Hát ezt lehet benéztem. Gyere, keszeg! Na gyere, keszeg, visszamegyünk. Let's go. Egy dolgot jegyez meg, Dave, na? Keszek bármire képes, rendben. Jövök, csak megálltam gyűjtögetni. We going? Megyünk. Segítség, segítség! Valami démonka. Jó is lenne. Jó étvágyat. Menjetek lovak, mert megesz! Ajjaj. Belecsapunk. Ne! Elvitte. Rip minusz egy paci. Meg minket is megtámadott. Ja nem, a Geraltot. Vagy a másikat, ha Veszimir. Gyere ki. Parasztnak semmi baja nem lett, csak a lovának. Az istenekre ez nem sokan múlt, épp úgy végeztem volna, mint a hátasom. Elég szerencsés vagy. A ló gyorsan kimúlt, de a Griff szeret játszani a zsákmánnyal, apránként elevenem falja fel. Szegény paraszt sokat értett belőle. Kicsit úgy néz ki, mint a Mátyás király, vagy nem tudom. Jól jönne pár korona. Hát éppen elég sovány az erszényem, a Nilfordiak elkobozták az árut, most meg ez. Akkor add a ruhád, már mint... Na, 50 koronát kaptam. Tovább nyomom. Hát a donét mindig jöhet, srácok, donét, feliratkozás, like, bármikor. Közben megérkeztem. Ó, akkor mindjárt felengedlek. Kerestek valakit? Mit érdekel? Hát tudod, van itt egy fogadó fehér gyümölcsös kert kegyetlen környéken, így elég sokan megfordulnak benne, ott talán megtudhattok valamit. Nem rossz ötlet, különösen azért, mert ezt a sebet el kell látni. Bár a bestia épp csak karcol, de egy pofa ital nem ártana valami jóféle hűvös pincéből. Menjünk. Na, akkor mielőtt itt tovább megyünk,
megállítjuk, és ügyvéd úr barátom csatlakozni fog. Addig így most már láttátok, milyen lesz a game. Szerintem amúgy nem lesz rossz, aki szereti a hasonló középkori sztoris vagy a Witcher-t úgy alapjáraton. Most benyomjuk a 15 perc szünetet, lehet, hogy nem lesz annyi, meglátjuk. Ügyvéd úr barátomat beengedem, ide készülünk, stb. És együtt fogjuk folytatni a játékot, addig is Instagramon osszátok, és várunk vissza, hozzatok kaját, innivalót, menjetek el pisilni, mindjárt folytatjuk. Rakendrollat, város széli, puhányok, nyavajások hozzá.
Hallgassatok valaki más, fületek nyissátok nagyra. Hallgassátok, ahogy most minden. Hallgassátok, ahogy most minden borrá zúz az öt metálpat kány. Páros szélét, puhányok, nyavajások. Hozzatok valaki más, fületek nyissátok nagyra. Hallgassátok, ahogy most minden. Most mindent borrá zúz az öt metál patkány. Sírhat még ezen egy ilyen át, megcsukom, mindaztán megy tovább.
király. Király! 16, több valamint 3, s amidőn az erdőcs mezőt járám, eltűnődik, hová lőm az rím. Mely időn, vitéz mányás király urunk, mennybe szállam, s érettebb napkes iránkozunk. Igazság már az időtől nincs. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim merengének télen, szép Dunánk hömpölygő olaj tengerében, s eltűnődék, hová lőn az jég. Meg büszke várát, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Nagy daridó lesz itt máma, én mondom. Hát ez szuper buli, mert a jányom eladom. Lagzi Lajost vendégségbe meghívom. Az összes pipa dohányomat elszívom. Mert aki bújt, aki nem mire a nap felkel, Lagzi lesz és punktum a jány el kell. Jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. A dégédő nincsen játszó, mert nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha de kombiné, kombiné, ha cipész kombiné, ha még az éjjel felhajtom majd én. Ha daj a híd alatt, a Margit híd alatt, ha ott hagytod a kombinét odat. De már meg a kérő vajon hova bújt? Ha bizony a tablettásporttól kinyúlt, vagy az ember piacon árulják már szegényt, tán elraboldott a Terry Black a vőlegény. De aki bújt, aki nem mire a nap fel kell, férjet kerítünk és a jány el kell. Jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Néhéged üt már loptam, de még nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, jó lesz a szamár is.
Na, itt is vagyunk, mindjárt láttátok ügyvéd úr barátomat is, csak rosszul áll a kamera, nem férünk el. Sok jó ember kis helyen, két jó ember nagy helyen. Én meg nem köszönök, sziasztok! Ennyi. Na, köszönjük a türelmet, és szia Szabolcs, látom közül megérkeztél, és Lili is megjött, tökéletes kezdésre. Mi ez a reklám te? Ja, nyomatja a reklámokat. Új bejegyzés van a Bestiariumban, jelentsen ez akármit is. Bestiárium. Bestiárium, köszönöm. Ott vannak ezek szörnyek. Aha. Ó, láttuk a griffeket. Felolvasod? Egen, milyen Egen? Na minden. Egen, Egen félig sas, félig oroszlán, éppen mint az uraság címerében, csak hogy ez a döglött tehenemet tartotta a karmai közjogár helyett. Griff támadás névtelen szemtanul. A griffek valahol csak a magas hegyek között fordultak elő, ahol a mormoták és a hegyi kecskékre vadásztak. Valamikor azonban rájöttek, hogy az emberek lakta vidék sokkal bőségesebb és könnyebb prédát kínál. Nevezetesen telneket, juhokat és juhászokat. Ezek a félig-sas, félig nagymacska teremtmények alig néhány év leforgása alatt ütveságból az északi birodalmakat elárasztó legrosszabb kártevők lettek. Különösen gyűlöletesek a királygriff és a császárgriff alfajok. Ajjajjaj. Telózok, azt akarta a Dave, hogy moderáljak telóról, igen, de én nem kérek moderátorságot. Így láthattuk a folytól idérceket, akik... Ja, köszi. Te olyan vagy, mint a Pokédex, vagy gyors, jó? Vagy gyorsabban olvassak? A vízparton csendesen kell lenni. Először is, hogy el ne ijeszd a halakat, másodszor, hogy oda ne vonzad a folytoridérceket. Blaviken-i Jannek halász. A folytoridércek a tó aljáról felszínre úszó vízhullára emlékeztetnek. Betegesen kék vagy zöld a színük, a pórusaikból nyák és iszap folyik, és bomlás marószaga lángik őket körül. Ezért gondolják, hogy a folytoridércek valamint sokkal veszélyesebb rokonaik a vodnikok, a mocsolák és a vízbe fújtak, a sekély vízben megfulladt halottakból kelnek életre. A lábba tévedt utazók, a túl messzire beúszó gyerekek, vagy a vodnikok esetében kapatos parasztok, akik letévedtek a keskeny mocsári ösvényből. Szia, André! És akkor a gohulokat is szeretnénk tudni, mit csinálnak. A gohulok? A gohulok csúsznak, másznak éjjel, amit látnak, tépnek széjjel. Ez egy vers valatőfi Sándor! Jobb, ha inkább résen vagy. Tényleg gyerekvers. Na látod. A gohulokat és a graveríreket nehéz jellemezni, azt mondhatnánk, emlékeztetnek az emberekre, de valójában a szöges ellentétei mindennek. Ez emlékeztet az emberekre? Szerintem olyan, mint az, ki az a Smiagol. Drágaszágom. Azaz. Drágaszág. Mint az embereknek, de négy kézláb közlekednek, mint a kutyák vagy a borzok. Bár emberi ábrázatuk van, hiába is kutatnánk benne az érzelmek, az értelem vagy az öntudat bármilyen szikrájának nyomait, egy és csak egy cél vezérli őket, csillapíthatatlan éhség az emberi hús iránt. Fel kell olvasnom a farkasokat. Nem, azt tudjuk, hogy mi. Na, kereskedő. Igen, be, ha mehettek szabadságra, persze. Nyilván nem. Amúgy itt szét vannak tépve az emberek. Eljöttem a lent a pince mellett, és fura ez a szag, szóval jó lenne, ha takarítanátok. Igen. Meg a mikróba szerintem valami bent égett. Ajajaj. So, a griffin this close to the village. Állj! Mondom, állj! Mit csinálsz? Én megálltam. Maybe it's the war. Állj már meg! Mit kell csinálnod? Hát majd követni a csávót, de meg akarom nézni, mi van itt. Ja. Jó van, Lili, jó. Ott egy láda. Ja, ez nem Genshin. Jaj. Bőrszíja. De tényleg mindent kifoszt. Komolyan mondom. Érme. Hát már megéri idejönni, hát nem vicce. Még mit gondoltál csak úgy végig, mert itt hagyom a házakat üresen? Vagy telibe? Hát de nézd meg szerencsétleneket. Ide jött egy másik ország és elfoglalta a helyüket, érted? És gyakorlatilag
Most éppen a háború utáni pillanatokban vagyunk, és szerencsétlenek próbálják túlélni azt, hogy elvették a helyeiket, a helyüket, meg mindent, és... és nézd meg! Hát figyelj, nem kaptam még donétet, addig muszáj kifosztani. Jó, küldjetek már neki valamit, mert ezek a parasztok itt éhen halnak. Főzik a gulyást, a babgulyás! Bugol az orrom, azt mondja Lili. Jó. Ide be kell valami, dobjunk be, süssünk valamit. Amúgy ez a ház, ez olyan, hogy jössz felfelé, és tudod, hogy a másik szomszéd mit csinál, mert folyamatosan úgy jövök fel. Csirkét el lehet hozni? Nem tudom. Lehet, hogy megtámadnak az őrök. Ajajaj. Én jó voltam. Nem loptam. Ez járt nekem. Be a feljössz a pincéből, odaadom a fizetést. Szia őrbácsi. Jó van, Andrej, oké. Okay. Jó van. Ó, mi ez? Térdre! Jó paraszt. Nilfgaardi katonába akarsz belekötni? Igen. Jó van. Medvebőr. Hány bőrt húzok még le erről, mi? Jó van, gyere lovacskám. Go, go. Gyorsan, mielőtt a katonák azt hiszik, hogy elloptam valamit. Hát semmit. Oda is bemenje? Ott egy nénye. Van nálad pénz? Hey, úgy hatodika van, csak szólok, Andrej, jó? Majd tizedikén siránkozzunk. Az csúnya lenne, ha akkor se kapnátok. Na, itt nem kötök bele a katonákba. Kisgyerek kacsázik. Mármint a kővel. Kacsázik. Ó. Lakott területek. Egy faluhoz közeledsz. Ne zavard meg a békéjét. Ne feledd, az őrség nem tűri a lopást. Nem szívlelik, ha másokat sokat zaklatsz. Nem történt ilyen. A helybéliek gyakran állítanak hirdető táblát a települések, falvak és városok közelében. Ezeket ilyen ikonja ezért térképen. Vizsgáld meg őket, hogy többet tudj meg a megbízásokról, a Witcher munkákról és a helybéli eseményekről. Take it easy. Take it easy. Alalalalalalal. Ezt mondta. Igen. Azt mondta, take it easy. Esküszöm. Nézzétek, van lovam! Nektek jó meg van. Nem telik rá. Jó van, Andrej is játszik velünk, csak ő most éppenséggel farm szimulátorban parasztkodik. Mi is írnak? Szerintem a tehén miatt. Nem, jó, él. Azt hittem meghalt. Ó, levágjam? Ne! Jó! Ne! Kérlek! Én tudom még, mert nincsen gatyája. A poci-boci tarka, hát. Ja. Se füle, se farka, megcsináljam? Nem. Na várjál, pihenjél! Pihenjél, keszeg! Találtam dobozt. Itt ez már lopás? Alkimista por. Hát csak egy kis por volt. Jó, Andrejra kérek egy idéglenest, na csak vicceltem. Átváltottunk Red Deadre. Igen. Szia, paraszt néni! Látod, ennyire érdekli, amit mondasz. Rádásít. Jó, hogy nem fingik elém. Hát komolyan mondom. Na, akkor a gyerekeket fogom befolyásolni. Azt mondja, anya nem engedi, hogy inekenekkel beszéljünk, nuhu. Anya nem engedi, hogy inekenekkel beszéljünk, nuhu. Édes Istenem. Szerintem Dévet egy órán belül az egész falu üldözni fogja, és így mögötte fognak sétálni, érted, hogy megloptál. Megkeresem az anyukáját, hogy bemutatkozzak, hogy nem vagyok idegen. Ja. Ez egy férfi. Tudom, de van disznó. Ja, azt hittem, hogy azt hitted, ez az anyukája. Azta, abból harcos lesz. Muff! Bemegyek a házadba, jó? Ami zárva van. Hát ez nem poké, ott be lehet menni mindenki házába. Hát jó, de itt amúgy téged nem kedvelnek. Hát engem mindenki kedvel!
Úristen! Geralt saját bőrén tanulta meg, hogy alaposan tartsa szemmel környezetét bármerre is járjon. Hisz nem tudhatja, mikor fut össze valaki, vagy valami érdekessel. Egy bajba jutott hajadonnal, ritka portékát kínáló kereskedővel, vagy kellemetlen szörnyfészekkel. Az ilyen helyeket az alábbi ikonok jelzik a térképen. Kereskedő, páncélkovács, kovács, javasember, alkimista, erőhely, szörnyfészek, páncélkovács, asztala, köszörűkő. Kő. Köszörűkő. Esik eső, mindig esik, ebír császár mélyen, alszik este, ivott hideg vizet, reggelre az ágyba vizet. Az Istenet óvjanak meg téged. Ez olyan, mint én, csak öregbe. És most... Vágjad a fát! Tolvaj elkapni. Én nem vagyok tolvaj, veszem fel a küldetést, látom, van térkép. Várjál, itt lesz egy sárga fa. Azt mondja, mi a fasz? Ezeket nem olvassuk el, jó. Nem? Mit csinálok? Nem tudom, miért akarsz gyújtogatni. Fölgyújtom a... háló cuccát. A törpével kell beszélni. What happened here? Mi történt itt? Én vagyok a Geralt, te a többi. Ó, egy pici hűvös volt az éjszaka, ezért begyújtottam a kohóba. Jó forró felfűtöttem. Sütöttem virslit. Mégis mit gondolsz, mi történt, te ostoba? Valami rövadék felgyújtotta a műhelyemet. Mindenem oda lett. Mindenem. Ne sérteges. Vigyázz a sértésekkel. Tetészhetem még a bajod? Van gyanúsítottad? Az egész átkozott falu. Fél évszázada élek itt, azt gondoltam, befogadtak. De minden megváltozott, amikor jöttek a feketék. Én vagyok erre az egyetlen kovács. Itt ki kell szolgáljam a helyőrségüket. Kikalapálni a vérteket, patkolni a lovakat, ilyesmi. A Nilfgaardiak egy árva részgarast sem fizetnek, csak a nyersagot adják, meg parancsokat. De az emberek ezt nem látják át. Azt hiszik, az ő nyomorúságukon gazdagszom meg, hogy egy halom aranyon nyalszom, mint valami sárkány. Nem állnak szóba velem, köpnek, ha meglátnak. És most ez. Van olyan, hogy rip? Nincs. Megtalálom a gyújtogatót, de ára van. Sok szerencsét az újjáépítés, az le vagy szalva. Tehát nagyon kedves. Jó, ára van. Én jó vaják lennék, ára van, én már csinálom. Nem sok maradt, de mindent neked adom. Ha előkeríted azt a kurapit, hogy megkapja, amit érdemel. Jó, megpatkolod. A tűz éjjel én mozgást hallottam a kunyhomnál. Kimentem, hogy találok-e nyomokat, de semmit sem találtam. De hát nekem nincs macska szemem, ugye? Sok sikert! És most hátulról levágom a fejét. Nem vágod le. Ha valamelyik küldetésed frissül, értesítés jelenik meg. Igen. Aha. Ilyenkor igazából az ő küldjét akarod csinálni, akkor a küldetésnél át kell állítanod a követést. Tényleg? Uh-huh. És az hogyan? Hát a térkép menüjét meg tudod nyitni? Ahol a térképet le... Igen, és ott a küldetések. Várjál! Igen. Küldetések. Egyen jobbrebb. Az. Igen, másodlagos. Az. Egyen lejjebb, és küldetés követése. Így. Ennyi. Uh-huh. És most követi. Igen, és akkor most azon a területen kell megnézned, ami ott fönt a térképen van. Jó. Ha elkapják, fejét vegyék, azaz. Dave, úgy olvasod a szörnyfészket, mintha valóságban minden sarkon lenne. Ha miért nincsen? Itt átkutatom a virágokat. Mondjuk a Blahára elmész, az már majdnem egy szörnyfészek. Sajnos. Ez lesz az? Nem. Fecskefű. A szemedet kéne használni te. Várjál szemem, azt hogyan? LB? Vagy LT? Nem tudom melyik. Itt voltak valamelyik? Nem. A macska szemet kell használnod, de az nem tudom nálad melyik. Azt nem is mutatta. Várjál, ez meditálás. De, csináltad. Csináltam? Igen. Ebből volt nem. Valamelyik? Nem. Valamelyiket, ez. Ezt kell használni. Ez? Aha. És valahol lesz egy nyom a földön. Hó. Hát szerintem az a piros. Az a véres. Ott. Ne, vizsgálat alul. Ilyenkor mindig vizsgálat, és akkor... A man's. Őrült gyújtogató. Csizma nyomok. Ja. Fekve nyomok. Ja. Ó.
egy büdös alkohol. Stinks of piss. Bűzlik a úttól és a vodkától. Ajjaj, az alkoholista gyújtogató. Látjátok, nem iszunk. Nem. Nem, tényleg nem. Nem szabad. Nem dévén se, nem. Nem. És most megyünk, és mindjárt a nyakunkba ugrik valami vadállat, amíg én itt nyomozok. Hát a gyújtogató miatt? Nem hiszem. Nem, az nem. Na. Híd alá ment? Ott egy láda. A víznél eltűnnek a nyomok. Took off his boots and went in the water. Probably wanted to cover his trail. Ajjaj, mondom én. Asszonyok! The wild hunt in the heavens, all. Dave már rögtön csajozna a Licherrel, így van. Ez a gyors utazásnak a izé. Aha. Mondjuk van olyan mód is, hogy nem kell ezt a táblát használni. Valahol itt lesz, én tudom. Hát valahol kijött a vízbe. Itt már kijöttem a sárga karikából. What do you want? Katonák. Ne vegyem el? Nem tudom. Katonák orra elől vicces elopni. Hát... Na jó. De nagyon gondolkodtál rajta azért. Ott is már kimentél. Akkor ez a híd alatt lesz. Geralt, ugorjál. Szóval már nem bírod. Szeretted a tücsköt? Nem igazán, köszi. Várja, ez itt átment. Ez valahol itt lesz. Gondolj arról, hogy részeg volt. Beesett a vízbe. Nem. 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 Lefeküdt valahova. Nem. Én már látom. Bokorba? Nem. Nem. Pajtába? Hát még az egyik oldalát nem nézted meg a partnak, már csak. Ezt? Mhm. Hopp. Én esküszöm, nem látom. Már jó fel a néztél. Hopp. A szemedet használd, a szemedet, csak a szemedet. A valódit vagy a játékbelit? Hopp. Most mögötted nagyon vöröslik valami. Valami vörösklik. Én nem látom. Hát fordulj meg. Hoppá! Something jumped out of the rushes. Valami előbbössz a sás közül. Folyszól idércek, de sikerült elmenekülni. Something jumped out of the rushes. Oh. Drowners. But he managed to escape. És ezt kerestük eddig. Én már azt hittem, a csávó lesz itt. Aha. Bleeding, but not badly. Surface wound. Felszíni sebe. Akkor ez egy sebes ült. Jaj. Szerintem állt. Sebesétált, olyan van. Meggyújtom. Ennyi. Segítesz a parasztoknak. Adok nekik ingyen tüzet. Hát ennyi. Minden másért pénz kell. Tracks lead back to the village. Na. Lehet, hogy ő volt az részegen, a saját maga házát főgyújtotta. Én azt is adnám. Ajjaj. Trail ends here. Hoppá. But I'll recognize him by his wounds. Na, hol bujkál? Az mindegy. Először a jutalmam. Ó, mit főzöl? Még köpködnek. Ha fokhagyma, nem vagyok én vámpír. Még lehetsz. Ó. Oké. Lumos. Lumos maximum.
bebújt az ágy alá. Na, egyszer valamit még fel fog így gyújtani a játékba. Várjál. Ja, most már megnézed a macska szemmel is, hogy van-e még esetleg valami kifosztani való? Azaz, kihagytam valamit? Valamit kihagytam? Ott a részeg. Drowner claw marks. It's gotta be him. A sebesült kézzel. Nasty wound. Rondosabb folytól idélszert botlottál? Te vagy. Mi a érdekel ezt téged? Mi a gyújtogatóknak igazán elbűvön ön, a gyerünk a Kovácsnak beszéde van veled. Nem beszélek más folyóval, mindegyik egy mocsok és a törpök a legrosszabbak. Kapzsi kis szarkát, bármit megszegszek az aranyért. Ők kovácsolják a pengéket, amikkel a feketék ledöfnek minket. Nincs igaza? Figyelj, lerendezhetjük ezt, mint férfi a férfival, adok neked az aranyat, és nem dobsz fel. Anyám nemrég halt meg, és eladtam a szerszámait. Tényleg, egy részét már elköltöttem, de a többi a tiéd. Ó, lefizethet engem! Ó. Ó, gyors pénz, vagy több pénz? Nem tudom, mennyit ad a törpe. A törpe biztos gazdagabb, de ez meg vett piát. Csak annyit mondok a játékról, hogy itt mindennek egy kicsit nagyobb következménye van, mint gondolom. Mint a Life is Strange-ben. Igen. Jó, szóval... akkor oda viszem a törpéhez. Itt azt hinnéd, hogy ilyen kis dolgot csinálsz. A szarkák és a törpök lehetnek, hogy kapcsik, de én nem tudsz megvásárolni. Akkor viszont cipóra verem a pofádat. A pofádat még nem csúnya szó, ugye? Nem. Azt még mondhatom, na azért. Tudod, ez az elme befolyásoló. Nyugodj meg és gyere velem. Calm down. Viszont én itt halálra mondtam magam. Amíg ezt a küldit csináltad? Nem. Nézd meg, milyen lassú lesz. És meg kell várni, míg odaér. Ne! Apologize. Gotta go. Apologize. Akkor most szépen visszavezetjük a részeg fazont. Mindjárt odaérünk. Ott vagyunk már? Addig nem tudom. Addig meséljetek, kérdezzétek addig Zsoltot. Ja, max nem válaszolok. Igen. Nem mindenre válaszolok, ne. De azért kérdezhette. Gyorsabban megütöm egyet. Igen. Hát szerintem lehet, hogy gyorsabb lenne, hogyha szétvernéd az arcát, és utána magadra vennéd. Igen, vagy a lóra rátenném. Ja, hogy ledobnád, hogy itt van. Azaz. Meghoztam. Goj de már. Most miért de van? D-E-R-R van. Nem goj de már. De hogy érted ezt? Jól tudom, hogy neveztek el téged annó, hogy der van. Milyen der van? Ilyen dolog egy részeget kísérni. Hú, ne akarjátok megtudni milyen. Tényleg ne. Messze lakik a törpe? Nem, már ott látod a kovács vas helyét ott a térképen kicsiben. És majd balra. Ketté vágott már, mint a... Milyen napod volt, Zsolti? Ja, köszönöm a kérdésed, André. Neki ment a gyereknek. Nem tudom. Vigyel már, te nem ott dolgozol a izénél? És még itt kitart ez a varázsjel, kérdezi Bea. Hát, igen, pont addig. Nincs kitart. Olyan, hogy elmúlik véletlen? Na, azt nem tudom. Itt ebben nem tudom. Lehet, hogy nehéz módban úgy van. Hát, ennél a küldetésnél tudom, hogy végig kitart, és majd itt leszedi. Aha. De én itt mondom, hogy elkezdett sétálni, nem mondom, nagyon jó. Up and Adam. Nem emlékszek rád. Gyerünk. Okay. Mi folyik itt? What's going on? Here you go. Tessék, itt van a falu piromániása személyesen. Ja, én vagyok a törp is. Na, te! Ismertem anyádat évek óta, sosem kértem tőle egy garazsat sem. Ezzel hálálod meg, elegem van. Hé, katona, egy percre kérlek. Gyorsabb voltál, mint az eredeti.
Hát mivel nem hallom, így nem tudok olyan gyorsan beszélni. Gyögyörgöm, részeg voltam, nem tudtam, mit csinálok. Talagy a katona. Oda jöttek ám a katonák. Így jöjjenek a szendvics katonák is. Hát, Witcher megtalálta a gyűjtögetőt. A kohó fontos volt a helyőrségnek. Az elpusztítás, a szabotás. Nem kell ide tárgyalás. Csak egy fa. Felakasszák. És ezért mondtam, hogy igazából mindennek következménye van, mert szerencsétlent azért... A falusiak most már imádni fognak, kemény büntetés. Maradjunk a kemény büntetésnek. Harsh as punishment goes, but deserved. De megérdemli. You know, I hated the black ones at first, like everybody else did. Now I'm thinking they might just... De most már azt hiszem rendet tesznek itt. Lomodort tanítanak ezeknek a semmire kellőknek. De hagyjuk ezt, a jutalmat. És néhány dolgot megmentettem a tűztől. Az üllőm még egyben van, szóval tudok rajta kalapálni. Ha bármire szükséged van, csak szólj, jó árat adok. Ó, tehát tudok nála majd vásárolni. A return customer, welcome. Szia Szabolcs, visszatérő vevő, üdv, mit tehetek érted ez alkalommal? Show me what you got. Mutasd, mit van! Vetkőz! Azaz. Ezek már az én lopott cuccaim? Ebből. Az mi? Ezeket mindet kukáztam. Mi? Nem, azt meg tudod venni. Ja, tudom. Ja. Azt hitted, mi? Azt. Aha, jó van. Nem kukáztam eleget. A bal oldali a tiéd. Aha. Milyen a páncélom? Hát ezt nem így tudod megnézni majd, hanem a inventory-ba. Uh-huh. Tönkre mehet a fegyverem? Nem tudom. Na jó, most nem veszünk. Hát a fegyvert meg tudod itt élezni. Hogyan? Hát van egy ilyen üllő a földön, és hát egy kovakő. Mindjárt megnézzük. Szóval. Például azért nem ismerek lehetetlent. Várjál. Nem arra. Arra, az. Szem. Aha. Azt mondja be, a szép lenne ennyi mindent kigukázni ennyi idő alatt. Ennyi. És akkor most egy ideig jobb lesz. Nagyon jó. Na nézzük a kövi küldit. Oh, ez de fájt. Ja, ez mind küldetés? Igen, de van pár, amit én nem is tudok, hogy küldetése, mert én elolvastam, de hogy van amelyik katonai meghívó, azt én nyilván nem vettem föl, hát minek menjek katonaságba. Aha. Én Witcher vagyok. Uh-huh. Még ezt nem akarok felvenni. Érdemes a főszállat vinni, vagy azért csinálgassunk melléket? Csinálgassunk. Hát most figyeld, nagyon sok mellékküldetés van azért ebben, szóval hogyha mindent meg akarsz csinálni, akkor elég sokáig itt vagyunk. Aha. De gondolom egy idővel kell majd, mivel hogy... A szintezés miatt? Igen. Hát akkor most menjünk a főküldire még, vagy csináljunk egy könnyebbet? Lehetünk. Fogadóba úgyis be kell menned. Igen, ott hagytuk félbe a főküldit. Liba! Már úgyis szomjas a izé. Matka. Vezemír már úgyis szomjas. Na, egészségünkre. Na. Föl, ki a szőke leány? Hát mondjuk nem leány már, de... Várja, most itt nekem kell lennem a nőnek? Ójjaj! What? Mi az? Take that down before there's trouble. Vedd le azt, mielőtt bolyba kerülsz. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. Mindjárt összeveszik a paraszt meg a katona. Ez már nem Temerian, Yevgar neve. Én leszek a paraszt. A seggemet azt! Hello, Hunor. Legjobb mondatra jött. Szia, Hunor. Nézd, már azt hittem ez tükör, de mégse az. De azért legyen. Kidobom. Ki kéri?
Ezt még talán el tudom adni. Mi? Witcherek? A szőrös... elős Pista bácsi. Én nem hiszem, jött ment törzszülöttekkel. Törzszülött, de igen. Bocsássatok meg azoknak a rossz szívetűeknek. Nem szükséges, már megszoktuk. A népek idegesek, a seregek nemrég vonultak át, és egy gif vadászgat a környéken. Már volt hozzá szerencsénk, emberes fenadat. Fenevad. Én rosszabbnak mondanám, úgy megszaggatja szegény Lenát, hogy fél lábbal már a sírban van. De csak szaporítja a bajt, aki felidézi, mint parancsoltuk. Egy kicsike vodkát adjál neki, nehéz így. És te, valamit, amivel meglocsoltad a tarkod? Egy nőt keresünk, ajjajjaj. Mutasd, mit van. Jó, forgalmas hely. Jár fejpénz a griffér, egyértelmű. Gondoltam, hogy egyből. Egyelőre még nem. Régen másképp volt, mint a fészket rakott egy előjáró mencsen gyűjtést hirdetett, az sem volt elég. Segített a földes út. Az előjáró mostanság a budira sem mer kimenni a feketék engedélye nélkül földsugarat. Földes urat pedig alig, hanem felkötötték. Szóval nincs a fejpénz. Akkor nem segítek. Kár, tettünk volna a dög ellen. De ingyen nem megy. Ennyi. Mutasd, mit van. Show me what you got behind the mi van a pult alatt? A lába, mi a? Ez mind itt van a pult alatt. Nem tudom, én nem látom. 6 darab vodka, szesz, törp spiritus, alma. Alma? Ez alma? Tejéntej. Az alma? Vizes palack. Házi boroska. Boroska? Borsoska! Nem mindegy. Borsoska, az jó. Igen, igen. Mandragóra, cseresznyés vodka. Oké, valami citrom, mi volt? Vodka. Citrom. Citrinovika. Az mi a rák? Citrinovka, nem tudom. Sült alma, sült krumpli, kenyér, gombóc, sajt. Fogadóba csak 3 darab kenyér van. Csirke, igen, csirke, combasz, 2, tojás, szőlő, szilva, krumpli. Hát nagyon, nagyon jó. De milyen az a 10 darab szilva? Így képzeljem el, hogy... Megvegyen? 9... A berce 90-ért? Hagyjad már. Drága. De nem, 90 az összes, igen. Nem veszek. Nem. Jó forgalmas hely. Pretty busy place you got. Nations on the move. Megnéztem, hogy úton van, egyesek a rokonaikat keresik, mások a seregek útjából próbálnak kitérni. Mindenek el kell az étel és ital, meg az éjjeli szállás. Szóval a háború csak használt az üzletnek? Igen, eddig, de lenne a legjobb, újra béke lenne, ilyen időben sose tudhatod, mikor mit hoz a holnap. Egy nőt keresünk. Looking for a woman. Keresünk egy nőt, fekete hajú, ibolya kék szemű, a ruhája csupa fehér, fehér, fekete, fehér. És onnan gyűjt. Onnan gyűjt. És furcsa hangzik, tudom, orgona és egres illata van, amikor fürdik. Nem, mindig. Mindig. Nem láttam és szagolni sem szagoltam a hölgyeket, így hidd el, emlékeznék rá. Őt nem könnyű elfelejteni. Engem nem lehet elfelejteni. Ha engedek itt az átutazva a legkülönfélébb helyekről, nem ártott náluk is érdeklődtök. Köszönet mindenért. Thanks for everything. Menjél vissza dolgozni. Szolgált ki az ideges embereket. Mi az, hogy nincsen nachos, gondolja Geralt. Nachos középkorba? Help you bandage that up. Please. Kérlek, nem vagyok meg te maga tehetetlen. Akkor körbe, akármi. Just remember, we'd rather not draw any attention. Én vagyok a Geralt, te a másik. Kérdez utazókat Yennefer-ről. Ha valamelyik azt mondta, hogy már mint a... Akkor én vagyok a paraszt. Te leszel a paraszt. Keresek valakit.
Én meg egy kis csendet és nyugalmat. Pusztuljon egy torsz fattyú, mielőtt a lehelletettől is megkeseredik a söröm. Beszélj most. Jaj, már most. Fekete a YouTube a fekete-fehérben. Te vagy. A népek azt beszélik, hogy átlagolt a falun pár napja. Úgy vágtatott, hogy Radobort merre ment. Nem tudom, sokan tartanak ám a főút felett, bárhová mehetett. Hé, emberek, a nyolc elvette a Mika eszi. Aha, neked meg a nyelvedet fogom, ha nem fékezed. Hűjjél le. Egyes. De most mondták el neked, hogy ne legyél feltűnő, te meg rögtön. Aha, beszélj. Hát, sok volt a Star Wars, tudod, a Jedi erő. Ja. Azért mondom, amilyen játékmódot a játszol. Mondjad, cica! Alszik, most nem mond semmit. Mit van eladó? Got anything interesting under the counter? Honnan van a modolt verzió? Ez ugyanaz lenne. Hát elég sok modot fent megtalálsz a Nexus modzon, és akkor onnan kell letölteni. De nem tudom, mennyire értesz hozzá, valamennyire kell, de nem nehéz megcsinálni csak. Na, kártyázunk. Micsoda időpocsérság, a Föld is hamarabb fog a nap körül forogni. Van egy percet? Miért ne lenne? Aldert Geert, az Oxenfurt Akadémia jelenkori tértőnem taxikének adjunktusa. Rivai Geralt, Witcher és szociopata. Keresek egy nőt, hosszú hajú, csak fehéret és feketét, hogy láttam mostanság hasonlót? Természetesen nem. A köznéppel ellentétben tudom, hogy a háború hölgylövese a színtiszta babonaság. Mit hozott ide? Mi hozott ide? Nem vártam, hogy egy tudósba botlok ideként. Felteszem a háború előtt, menekülsz. Épp ellenkezélek, elébe megyek. A frontra tartok. Meguntad az életed? A tudást keresem, ami számomra az életnél is becsesebb. A szomjam már nem oltják a poros fóliások. Bármi is legyen a fóliások. Saját szememmel szeretném látni a Nilfgaardi inváziót. Megérteni és megírni életem főművében. Érdekes, kell valaki, ki megírja végre, ilyen háború valójában nem csupa színes zászló, bülbülszavú generális, hanem gyilkolás, fosztogatás és oktalan erőszak. Látom, nem az akadémián nevelkedtél. Az erőszak és a kegyetlenség lényegtelen részt a háború egész szempontjából. Passzományok a dolmányon, ha érted, mire gondolok. Mondd ezt azoknak, akiknek a háza porig égett. Háború hölgylovas, amiről beszélsz? Horsewoman of War. What's that about? A népek Omennek tartják, egy gyönyörű fantom lovagol a mezőkön át éjjelente. Épp úgy néz ki, ahogy leírtad. Seregek járnak a nyomában, akik pedig az útjába kerülnek, mindenek vannak. Az utóbbit meg tudom erősíteni, nem tudod esetleg, hol látták utoljára? Nem, engem a tények érdekelnek, nem a dajkamesék. Novigrádot elérte már a háború? Nem, de csak idő kérdése. Nilfgaard az egyik parton, Redania a másikon, úgy méregetik a várost, mint kutya a verős csontot. Sok uralkodónak torkának adta akármi. Igaz, mi Novigradiak nagyra értékeljük szabadságunkat és harcolni sem szeretnénk. Különös tekintettel a tudósokra. A kard nem az egyetlen fegyver. Neked az akadémia építészét tervezték a városfalat, amin egyetlen hadigépezet sem tudott még részt ütni. Ég veled. Gotta go. So long. Mennem kell, viszlát. Egy pillanat, Witcher, világlátott embernek látszol. Ismered a Quintet? Nem, nincs is időm megismerni. Pedig a szabályok meglehetősen egyszerűek. Gyere, játszunk. Kártyázzunk! Why not? Splendid. Remek! A következőképpen működik a dolog. Na, kártyázunk, aki szerette a Yu-Gi-Oh-t, vagy a Pokékártya nyitásokat, tetszeni fog a live részlet. Üdv a Gwyn!
Gwindben. A Gwind ősi törp kártyajáték, ami két sereg összecsapását játssza el, játékosok tábornokok, lapok pedig katonák. Eddig világos. Fej vagy írás? Ja. Kezdéshez 20-10 lapot, ez lesz a leosztásod a parti végéig. Nem húzhatsz több lapot, szóval használd őket bölcsen. Kettőt újra tudsz kérni. Aha. A B-vel tudod elvetni. Hát én a 2-1-eset ajánlom, hogy az... Az ezt vessük el. Aha, B. Nem engedi még. Ja, akkor... Oké, akkor majd most talán. Harci ikon, közelharci, IS meg ugyebár az izé, ballista. Uh-huh. Ez egy morál erősítő, plusz egyet ad. Adott típusban minden lap csökkenti, mint a Master Croc volt régen. Igen, hát a jeges a közelharciakat, a szél az IS-okat, az eső meg a ballistákat se csökkenti nullára, és hát egyre. Na indul a kör. Az ellenfél oldalra. Minden fordulóban egy lapot helyezhet le. Komolyan ennyire yugiózhatnánk is. Na nézzük. Vezetők? Minden paklinak van vezetője. A vezető olyan különleges képességet ad, amelyet csatában csak egyszer lehet felhasználni. Különleges képesség, bármikor felhasználhatod, rendben. Lapok kijátszása, kattints az A gombra, oké. Hát valamelyik katonát. Legyen ő. Itt bármelyiket ledobhatom? Persze. Kezdjük a legnagyobbval. Detmold. Egy IS. A balra látható szám az ikonod mellett az egységeid jel jelenlegi összetett erejét mutatja. Aha. Jó. Soha nem kártyáztam ezzel a játékkal. Le kéne dobni egy ilyet? Ne, azokat még ne használd. Ne? Tudom, a balisztát? Hát most te vagy előnybe 6 ponttal. Ledobom a balisztát. A tiédnek az erőssége 6. Nem? Hát tegyed le, gondolod. Akkor most neked 12 pontod van, neki 5. Uh-huh. És neki 10, neked 12. A végén 12. Támadunk? Itt nem támadás van, hanem az összetett pontok számítanak. Szóval jöhet a csajszi. Vagy ez lecseréli? Ne, a legnagyobbat most ne, szerintem most előnybe vagy, most rakjál le egy egyeset. Egyeses? Aha, ne azt a másikat, mert ez a plusz egyet ad mindegyiknek. Aha. Várjuk meg, hogy mit csinál. Ha okay. Passzol, akkor... Na most akkor valami négyeset. De nagyon gyorsan elszórja az első körbe az összes körét. Igazából... Várjál? Ne rakd le. Jegeset rakd a bal oldalit. Ezt? Uh-huh. Mert ezzel az első sorban leszedem, lévőket leszeded, és neked úgyis egyes volt a támadás, sem nem számít. Igaz. Most rakjak le egy nagyot. Anya. 16, 16. Vagy ezt. Ne, azt ne. Várjál. Hát az első, az levonna téled 6-ot, tőle meg 5, 8-at. Mert az a ballisztákat sebzi egy nullára. Aha, szia Hanna! Szia Anna! Ez nem kártyajáték, mielőtt bárki ide téved, csak most épp olyan jelenet van. Rak le egy 4-eset, egy 4-eset. 4-eset csak? Aha, csak egy 4-eset. Háromas rakott. Jó. Fú, de elegem van ebből a gyerekből. Várjál. 10, 11, rakd le izét, az esőt. Esőt? Aha. Uh-huh. Volt a hip-hopban? Na, tök jó, örülök, hogyha tetszik. Na jó van. És most kell egy nagyot, mert megint döntetlen. Ötös csalt. Hát... Nem tudom, hogy mit akar ez a csávó, mert annyira izé elhasználja. Ez még csak az első kör a játékból. Látod? Most lerakott egy olyan
hőst, aminek az elsője már és mikor lesz vége a körnek? Rak le egy egyest. Ja nem. De, az egyes rak le. Egyes. Az. Aha. Kösz. Most már nem tudja megnyerni szerintem. Hát reméljük. Passzolj. Passzoljak? Passzolj. Y. Egyszer. Várjál, ne használjuk a képességet, ne. Nem, mert azzal az összes középső sort kiütöd. Kör kihagyása az Y, nem? Ne! Na, az összes passzolt mindegy. Kör. Csak egy kör kellett volna. Egyet végig kellett nyomni. Nem, csak egyszer kellett volna megnyomni. Nem. És... Jó, tanyártő. Nincs olyan kártyája, amit le tud rakni. Aha. Na jó, van, majd meséljél. És most három kártyám maradt. Neki egy sincs. Te mindegy, hogy mit raksz le. Nem, így is tud, úgy nem is tud majd nyertem. Lerakni semmit. Lerakhatod mind. Jó. Ha gondolod. Az ennyi ez a játék. Most Y. De csak egyszer. Passzol ő is. Ja, hogy neked nyomba hosszabb kell tartani. Kell. Hát akkor nem ettől. Féltékenységről. Győzelem. Győzelem. Nem szégyen a passzolsz és hagyod nyerni az ellenfeled az egyik körben. Néha jobb tartalék volna a lapjaidat. Na igen, ezt mondtam, hogy az ellenfeled folyamatosan rakosgatta le a lapokat. Aha. Jobb esetben az egyik kört hagyod, hogy elmenjen, mert különben nem tudsz a többiben nyerni. Ez szép volt. Well. Most ennyi elég volt a kártyázásból. Majd máskor. Ha vala Oxenfordban jársz és igazi mesterrel szeretné játszani, keresd Hjeipant. Egyszerű fogadós, de Quinnben igazi félisten. Nem felejtem el, kösz. Ellopom a kártyád. Igazi félisten. Kaptál egy gyűntlapot. Nagyon helyes. Stream alatt nem akarok olvasni. De utána majd elfogja. Keresek egy nőt, mit mindenki? Nem úgy, mint mindenki, én nem akármilyen nőt kell elni, mert orgonai és egres illata van a ruhája, csupa fekete és fehér. Két pálinka rendel. Majd feldob egy kicsit. Jó, iszom egyet. Közben hallgatom a live-ot. Oké. Okay. Vágjunk a közepébe, láttad vagy sem? Yennefer of Vengerberg. Yennefert. Dikka csávó. No. Nem említettem a nevét. De tökéletesen leírtad és hallott valamit, és soha nem felejtem el. Nem teltek róla. A profi csávó. Honnan ismered? Nem, először ki... De, honnan ismered? How do you know Yennefer? Ennyire. Micsoda kérdés, Dalaran mester baladáiból itt természetesen. Ez az egyetlen mód, hogy a szerejtkereskedő hírességekkel ismerkedjen. Kivéve, ha olyan szerencsés, mint én. Mert egy nagyon türelmes viselbe botlottál? A rívjai Geralt személyesen, Blaviken mészáros. Ki vagy te? What do you do? Who are you? Egy koszos csavargó, Gaunter Odin szolgálatodra. Csavargó már az is szakma? GG Chris, valahogy tükrömet árultam, az öröngőtől meg a tükrök urának hívott. Vagy üvegembernek. Tudod, ki vagyok? Emlékszel rám a Mester Balladáiból? Egészségedre. Ajjaj, lehet, hogy már találkoztunk vele. Hol van Yennefer? Én kérek elnézést, de muszáj megkérdeznem. Szívügy? Semmi között hozzá. Jó, én is így fogom elárulni a dolgaimat. Hát igen, egy csavargónál nem érdemel magyarázatot. Mit tudsz beszélni? Mielőtt megjelentél, soha nem jutott eszembe, hogy talán Yennefer volt. Ki gondolta volna?
Get to the point. Térj a lényegre. A Nilfgaardian scout from the local. A Nilfgaardi helyőrség felderítőjének egyik. Hol? A táborukban belőve volt oda az éjszaka sötétjében, csupa fekete-fehér, meg epres és... Epres? Igen, megvan. Összeszólalkozott a helyőrség parancsnokával, és elrohant. Ja, Egres, igaz. Nem vagyok minden tudó, kérdezd a helyőrségben. Thanks. Kösz. Kösz. Nekünk vándoroknak össze kell tartanom. Talán egy napon én kerülök be, és te leszel közelben, hogy segíts. Ámulasz csak. Ja, ilyen majd egyszer segítségre lesz szükséged, úgyis, és akkor hozzám fogsz fordulni. Visszajöttél, oszthatok? Hát ezt mutatta! Most nem játszunk még egyet. Most nem. Csak leültem, na. Szia, csak megfáradtam. Túl messze volt a másik asztal. Akkor innen mehetünk ki, gondolom. Aha. Már kint várnak. Oh-oh. Done drinking. Megitted, ja? Mm-hmm. Fuck off. Akkor kopj le. Nem szeressük itt a fajtádat. Don't want your kind here. Úristen! Hárman egy ellen? Húzzatok el. Ne, nem mindig használjuk hárman egy ellen. Igazi hősök. Jobb, ha hoztok még valakit, hogy segítsen háromotoknak sincs esélye ellene. Mi? Egy meg a misszéjel. Ha zsák lenne a fejemen, a kezeim meg összelenek kötve hátul, akkor sem. Cses, lesz hátrébb. Megleckésztetem ezt a csavargót. Férfi mondta ezt erős Pista. Gyere! Ezt tudod menni az egyen nehezebb módban? Mindegyik 4-5 ütés. Nem ennyire egyszerű, szia Ramona! Neee. Én vagyok Herkules. Dévet látjátok, aki egy ütésből kiüt mindenkit. Itt egy random ló, kikéri. Eladó ez a ló. Ma este két fejlóval megyünk haza. Leüttem a három csávot. Na. Szia Ramona. Elbattyogunk. Faster. Gyorsabban. Nénye, útba vagy. Hallod? GTA. Itt semmi nincs? Nincs. Go, go. Go, go. Érdekes helyek. Bajt keresel? Beszóltál! Na most ne, mindjárt megüti ezért. Nekem nem lehet beszólni csak úgy. André azt mondja, te vagy az új One Punch Man. Na. Nem lehet bántani. Az jó, Ramona. Fussá! Ramona elkezdett spanyolul tanulni. Na, tök jó, akkor sok sikert, amigo. Íh, amiga. Az fiú, tudom. De már javíthat, és akkor látom, hogy már elkezdte. Ja. Tudod. Várjál, ott ház van. Faster. Ház. A ház azt jelenti, hogy money. Jaj. Utána megyünk tovább. Beköszönöm, egy kávét! Szeretnék egy kávét, csókolom! De ez nem, azt hiszem itt nem kifosztani fogod. Mi ez a nagy épület? Rád a szörnyek? Egy láda. De kaptál vadászkesztyűt. Na, azt fel tudom venni. Ott egy ló. Öt. Madzag. Gatya madzag, azt is kérem. Most látjátok azt, hogy Dave milyen lenne Witchernek. Menne és mindent felkapna a földre. Ott van valami, várjál, valami vadállat. Ott? Mi? Piros.
De az piros kör lenne. Ja. Ezek gyógynövények, Max. Ott egy ménes. Lovak. Pacik! Nem lehet rájönni az egyikre? Nem, de, szerint. De. Rá lehet? De. Rá lehet? Ott volt. Ott volt. Menj közel hozzá. Albeti. Hoppá! Oh-ho! Sose törik be a padló! Gyerünk meg itt újra! Próbáld meg újra! Szia Zsófi, éppen vadlovat szerintitek! Ne hátulról! Ne hát! Folyton le fog dobni, mi? Ez meg az... Nem tudom, hogy valamelyiket meg lehet-e szállítani. Hol a szójra, mi gusztán mucsolos animales hilla mongusta family? Arcon rúgott! Hol a szój, Rami? Szóval Raminek na jó. És nagyon örülök, hogy mi gusztán mucsolos. Hívjuk ide a keszeget. Jó napom volt, Zsófi, neked milyen napod volt? Itt jön az igazi barátom. Valaminek nagyon örülsz, de nem tudom, hogy minek. Vagy nagyon örvendek, hogy megismertelek titeket? Lehet, hogy ez lesz az. Lehet. Come on. Tügetés. Slow now, whoa. Slow now. Oh. Giddy up. Szépen lassan. Szépen, szépen lassan. Szépen, take it easy. Szépen. Utána random ugrunk egyet, majd szépen lassan. Ja. Leszállás miatt. Ja, az állatokat. Ja, igen, tényleg igazad van. Az animalesről eszembe juthatott volna, hogy az animal, az meg angolul ugyebár izé. Igen. Az állatok. Gyere ide, keszeg! Ezt beletehetnék ezt a szóba is, hogy ide hívom a lovamat. Te minden játékba ezt akarod. Igen. Mert, hogy minden játékba kiemeled. Hát musz addig, amíg nem teszik bele. Meg amiben van ló, hát amiben nincs. Már bocsánat. Gyere! Na menjünk egy kicsi. Ott is ott egy ház. De mindenhol megállok, sose jutunk el a célig. De ott egy kérdőjel. Igen, a kérdőjel az ilyen... Azonnal request. Mondjuk itt nem tudom, hogy mi a quest. Fehér gyümölcs sírke. De itt kint van valahol a kérdőjel? Nyom meg azért a... Farkas szemedet? Vagy nem szia, tudom milyen szemed van. Macska hát szem. Nem, macska szem. Nem tudom, hogy mi azért. Mi az, amikor piros háromszög van? Ja, ott kéne használnod valami különleges képességet a Földön. Mit kéne? Hát tudod azt a ikont. Ott látod, hogy kell használnod a háromszöget. Lefele néz, lejjebb, még lejjebb. Ott, látod? Vagy nem? Nem. De szerintem az azt jelenti. Igni. Hát nem egészen, semmi nem történt. Hát mert most mást használtál, ez a Gwyn. Azt mondtad, ez a háromszög. De most nem arra nyomtál, de Quent nyomtad be. A már másik, melyik? A felső, középső. Azt szerintem, Igni. Igen. Most kijött valami szörny, nem? Dehogy jött. Semmi. Na mindegy. Hát... Egyszer rájövök majd én is az ilyenekre. Varázselőhely. Na ott a szörny! Aha, a vörös és koponya, akkor az neked nem igazán jó. És ez vörös és koponya? Oh. Nem, egy hetes szintű leader, nem gondolom, hogy az egyes szintére nehéz. Akkor menjünk tovább.
Keszeg, igazad volt. Itt nem akarunk semmit csinálni. Én a kettes szintűenek meg tekitámadtam, és már attól egy kicsit féltem. De nekem nem nőtt a szintem. Hát, még nem is fog. Mondjuk engem valamiért a kártyajáték annyira bevonzott, hogy egymás után játszottam vagy 7-8-at, szóval... Mi vonzott be? A kártyajáték benne. Ja. Én ott eljutottam addig, és így... Jó, most tesztelnem kéne a játékot, de... Őrzött kincs. Oh-oh! Farkasok. Szállj már le! Most bementél egy mérgező felhőbe. Wow! És ezeket, ha meggyűjtöd, akkor berobban. Tényleg? Uh-huh. És tényleg. Teljesítményt értél el. Háromszoros fenyegetés. Nagyon jó. De hogy a háromszoros fenyegetés. Az én magam vagyok. Hogy tudok enni? Hát nem tudom. Mert van kajám, de nem jelzi ki. Eddig ott lent jelezte. Hali evelin. Lehet, hogy megetted mind. Valahol biztos van még. Mentsünk egyet közben. Mentsünk. Mert nézd csak, hogyha bejövök a kaja menübe, hol a táskám? Ezt kérdezem. Felszerelés. Még kettővel oldalrább. Fönt, ott, úgy. Ott, aha. Még ő magyaráz. Ja. Azóta nem voltunk itt. Köszönjük. Mi baja van? Navigálja főzetek fűre. Oké, a rőtbagolyt választ ki. Azt, alval. Igen. Igen. Na. Hát ezek a receptek, amiket majd meg tudsz csinálni. Értelek. Mert megpróbálok saját oldalamról bejönni, csak ott nem tudok kommentálni. Értem, Evelyn. Ahhoz még kell cucc. Hol le vannak a kaják? Hát most menj vissza ezzel megint a felszereléshez. Felszerelés. Az. És fönt ott. Nem itt. De ilyenkor átdob máshova? Igen. Hát a másik részen ott választ. Aha. Ez, élelem. Van kajám. Szárított gyümölcs. Azod van csak. Hogy adom hozzá? Ja, az X-el eszem, látom. Na, X-el elfogyasztod ez azonnal. Aha. És ezzel adnám hozzá. Aha. Mm-hmm. Most jól látjátok, hogy egy Witcher minél szárított gyümölcsön és dión, sörön és vizet iszik. De nem töltöd sokat az életem. Hát... Az élet nem egyszerű Witcherként se. De most legalább büszkén kifoszhatod. Ez az. Nem tudod? És ezért megdolgoztál. Nem csak bementél egy házba, hogy sziasztok! És tényleg. Van valami? Jól vagytok? Ja, ne is foglalkozzatok vele, csak ezt itt kinyitom, meg ezt elveszem, meg a konyhába is benéznék, és a jó, oké, sziasztok! Gyere! Run, Roach! Na, azért mondom, hogy játszanék Red Dead-et, ha lenne magyarosítás hozzá. Mert így azért jobb, hogy értem. Ja, hát nyilván. És most itt nincsenek ilyen vízi dögök? Slow down. Igen, be. Idiot. Sziasztok, jöttem lopni. Ne is foglalkozzatok vele. Oké. Whoa there, Roach. Képzeld el, egyszer elmenne hozzátok a Dave. Nem. Bemenne a konyhába. Sziasztok, csak amúgy
A hűtőhöz jöttem. Azaz. Ne is zavartassátok magatokat. Hey. Te vagy. Katonai tábor. Helybériek nem léphetnek be a helyőségben, csak kifejezett jó hává egyenesen nélkül. Helyiek helybérinek nézel? Bajkeverőnek nézlek. Tévedsz, én vagyok, aki elűzi a bajt, Witcher. A Witcher? Egy Witcher? Captain Peter Sarr Villin. Kapitány a toronyban van. A kapun túl jobbra. Látod, tudsz te kedves lenni. You black ones aren't so scary after all. Nem is vagytok olyan ijesztőek, tudtok kedvesek lenni, ha akartok. Don't get accustomed. Ne szokj hozzá, északi. To the tower. Go. A toronyba menj. Ja, igen. Jó. Nyugodtan, csináljuk. Azaz. Azaz. Úgy van. Úgy van. Mikor mentettél utoljára, csak kérdezem. Mond? Mikor mentettél utoljára, csak kérdezem. Itt végem. Onnan kezdi, ahol mentettem? Aha. Itt mentettünk nemrég. Akkor jó. Ja nem, akkor itt csak elveszik a pénzedet. Na még ez a szerencséd. Akkor itt nem lopunk. Mennyi pénzt vesztettem? Hát én nem tudom. Megérte nekem. Itt akkor nem lopdosunk. Szomorú történet. Chris, én a live alatt nézd vissza, 4-5-ször szóltam, hogy nem kéne lopkodnia, mert a katonák... Mennyi gabonát szolgáltattál be? Look at my hands. Nézd a kezemet, nézd meg, látod a bőrkeményedéseket? Nem egy nagyságos úr, hanem egy földműves kezei. Úgy kérdem, mint paraszt a paraszttól. Mennyit adok be? 40 mérő. Lenne még uram, de a fiú, mármint a temerő, már rekviráltak tőlünk, és legyen 30 és senki nem szól semmit. Vejtúd, hogy megállapodtunk. Köszönöm, uram, hálásan köszönöm. Én csak az előjárót és a kovácsot Willist hívtam, de azt mondják, törp, te túl magas vagy hozzá. Nem vitatkozok a logikáddal. Rendben, jó fürdést. Geralt of Rivia. Riviai Geralt vagyok, Witcher. Egy Vatgern. Ez megmagyarázza, miért nem hallottam lépteidet. Mit keresel itt? What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Yennefert hová tart? That is a military secret. Ez katonai titok. Rossz válasz. Nem dobtál ki, nem hívod az őrséget, szóval halljam, mi az ára. Van egy griff a környéken. Öld meg, és aztán meglátom, mit tehetek. A csajt kapom fizetségű, hát. Megegyeztünk. It's a deal. Néhány kérdés mellett belevágok. Tudod, hol tanyázik a griff? It kept to the Vulpine Woods. A rókai erdőben bújt meg. Küldtem oda egy őrjelentőt, 5 fiatalember. Egy vadász talált rájuk 2 napra. Csak úgy ismertem rájuk, hogy a vértükben hordták. Megöltem magyarul őket. Hát igen. Azóta a griff csak merészebb lett. Támad a falvakban, támad a mezőkön, és a főúton. Vagyis gyakran van távol a búvó helyétől, ott kell csapdát állítani neki. A hangnemedből ítélve nem lesz könnyű. Mire van szükség? Pénzre. Bizonyos növényt kell gyűjtem, jó lenne többet tudnom a griffről. Basszus. Dév, amúgy megyek vissza a Müllerbe, egy olyan műanyag oroszlánt venni az állatkertben nem volt. De jó, igen, a Müllerbe volt. Hát szomorú, hogy nem volt. Amikor voltunk édeskerttel müllerezni, nézett nagyon cuki oroszlánokat. Növényt gyűjtünk. Csalihoz bizonyos növény kell, homokszövés, a szaga 10 mérföldre ide csalja a griffet. Homoktövés? Nem ismerem. De én meg nem beszélem túl jól a közöst. Nyilván az alapoknál kezdted, mint a kezeket fel, öld meg őket. No. Okay. Nem az olyan idomákkal, amilyenek például okáért a ne játsz a tűzzel.
Nem Tomirához, a fülesasszonyhoz, a kereszteződésnél lakik. Segíteni fog. Jó lenne túl betudni a griffről. Hozzak neked tanúkat? Nem fognak mondani semmit, amit nem tudja. Oda kell mennem, ahol az embereid meghaltak, hogy körülnézek. Mi a vadász nevet, hogy megtalálta őket? Mislav, egy unióban él a falutól délre. Nagyon harcos ember, és egy kicsit fura is. Mint mi? Halli, Aliz! Szia, Aliz! Ég veled! Tamira and Mislav. Thanks. Tamira és Mislav. Ez szund jaktan. Jelenlegi küldetésnek több mint egy részfeladata van. Kérdeznék valamit. Yes? What? De már nem akarok én kérdezni. So long. Nem! Az... Látom a Dave-nek a szemét, amikor a kifosztás szó megjelenik, akkor csillog egyet, tudjátok, az a hú, pénz, azaz. Hogy kell bejelölni, várjál, a küldetéseknél mondtad, lejjebb jövök? Hát itt csak annyi, hogy több részfeladata van. Szóval a vadászt keresed meg a füves asszonyt, de így igen. Jó. Nincs lopás. Hát most nincs. Most csak futok. Most csak küldetésezés van. Amúgy az egyik küldetésben, amit itt lenyomtunk, azt hiszem... Ja... De mit gondoltál? Mi fog történni? Nem tudom. Hát azt hittem mély szakadékba zuhantál, mindjárt folytatod, mint eszeszóba. Ja. Most akkor újra beszélni kell a katonákkal? Lehet. Átszkippelem. Hát muszáj lesz. Nem, itt mentett. Jaj, itt mentettek egy izé. Jaj, de jó. A gyors mentés megmentett, Dave, csak ennyit mondok. Mi újság, Aliz, milyen napod volt? A virágot sem vehetem el? Hát a virágot elvileg... Elverted. Gyújtsd meg nekik a tüzet. Legyél kedves. Jó, tessék. Na. Na. Melegedj. Rögtön jobb neki. Mi? Ez meggyújtott a tüzet. Mi? Mi? Szia, Máté. Szia, Máté. Várják, hogy szépen lemegyünk. És innen ugrok. Azaz. Jó, túl realisztikus, hogy meghalok, ha leesek. Szörnyű ez a játék. Hogy lehet így megcsinálni ezt ja. a játékot? Na, lovagoljunk. Harcrendszerbe is lehet támadni, kisütéssel, nagyütéssel, védekezni, meg hárítani, meg kigurulni, meg eltéríteni. Esik az eső, kicsúszik a patkó. Driftálj egyet, gyerünk! Segíts! Jó fejek vagyunk, add pénzt, segítsünk! Adj donétet! Mi történt? Szörnyetek a mocsárból! Az emberek mondták, hogy beszélsetek, de én nem hallgattam rájuk. És most megkaptam érte a büntetésem. Kevesebb sopánkodást és több részletet kérek. Mi történt? Hogyan tudok segíteni és hogyan tudjátok nem dolgozom ingyen, viselek törvénye meg minden. Nincs pénz, akkor szarügy. Nos, a feketékhez tartottam kereskedni. A lovam hirtelen megbukkosodott és letért az útról. Ráfutottunk egy bukkanóra, én elrepültem. A ló szekérrel tovább megy. Aztán meghallom a csámcsogást és a szörcsögést. Valami kijött a lábból, és elnyelte szegény hambast. Patástul, mindenestül. 1500. Az árunk még biztos ott van a szekéren, de nem merek oda menni megnézni. Esetleg te? Főként egy kis dobozka miatt aggódom. Hé, azt ellopom! Hozd el nekem! Esd be, kérlek! Rendben, megyek. Szólok, ha megtaláltam a dobozkát és ellopom. A dobozt megkapod, de a tartalmát nem.
Most hova kell mennem? Azt mutatja ilyenkor? Nem. Át kell állítani? Uh-huh. Ez amúgy ez nekem nagyon jó, nem fura, mert hogy nyilván oké. Okay. De most melyik az? Másodlagos. Ó. És az értékes rakomány, azt hiszem az. Igen. Mi a furcsa? Hogy nem ajánlja föl ilyenkor, hogy azonnal ezt szeretnéd követni. Túl sötét van a harchoz. Mocsár felemény, nem mocsár. Az a mocsár. Ne szólalj meg! Nem volt tör, megértem. Keresnek fél valamit az érzéseddel. Ja, az érzésemmel? Igen, az érzéseddel. Azt hogy kellett? Nem tudom, hogy melyik gomb nálad, mert még mindig billentyűzetes vagyok. Ez szerintem. Aha, ez. Nem az. Amit, hogy nem a hangok. Mit kell keresnem? Hát... azt. Azt. Hát, amit látsz. Itt lesz valami. Hát, jó. Nem, de gombot közben. Mit nyomjak? Hát a gombot, azt. Most vizsgálok. Guard tracks. Ja. Rode off into the swamp. Ó. Itt belement a mocsárba. Itt hajtott bele, és hova jutott? Here's the cart. Itt a szekér. Itt. Nagyon jó, és mehetünk is mi. Kösz a szekeret. Nem. Ott a ló. Még kell a lábikó. De amúgy... igen. Vizsgálnám a területet. Carts riddled with arrows. Carts riddled with arrows. I should take a look around. Olvastad? Talán körül kéne néznem. Na, igen. Meg emlékezned kell a történetekre. Square in the neck. Good shot. Szép lövés. Either the merchant's got serious memory problems, or he's lying. Hoppá! Vajon? Akkor hazudott. Még a lovat tudod megvizsgálni, meg megkeresni a dobozt. Valahol itt van a földön. An arrow. Didn't mention this. A nyílveszőt nem említette. Ugye? A dobozt már megnéztük. Nem. Nem? Nem, a doboz nem a szekérem van, hanem valahol a földön. Ezt csak szerintem fel tudod robbantani. Na, akkor robbantani, amikor mellett állsz. Mik ezek a hangok? Hát... vajon? Ajjajjajjajjajjajj! Hát nem tudom. Gondol, azok most ott vannak, ahol neked kéne lenned. Mond? Azok most ott vannak, ahol neked kéne lenned. Most ért el a fülem igaz, ajajajajajaj. Miért van ilyen sötét? Minden pirossal mutat, ami kell neked. Pirossal. Azok az ellenségek. Hát nem a térképet, hanem még mindig a macska szem kéne, ha keresel valamit. Hát hát az esélytelen. Ja. Ez cool. Bocsánat, nagyon szarú harcol. Sokat kell védekezni.
Nem a folyamat támadás van, meg ugyebár van neked a... De nem emlékszek, mi volt a védekezés. A Quinned, miből? Mond. Gombol? Nem értem. Gombiból, vagy igen. Miből? Hát vedd elő a kardot, azt alul úgy is írja. Na, én nem tudom. Nem írja. Betya. Ha valamit nyomva kell tartanod nyilván. Nem, valamit be kellett nyomni, de nem tudom mit. Majd azt visszanézzük a live elejéből. Hát ez akkor nem lesz meg, ennyit nem tudok legyőzni. A doboz hát nagyon a bent van, kell. Mond. Neked csak a doboz kell. Hát próbáljam. Aha. Most várjál. Mi van most? Ugrás. Y meg az X a harc. Jó, nálad akkor az a nagy ütés. Azt kell nekem. Oké. Okay. Ez a gicser. Aha. Ez a... És a másikra vasszal lőd el. És azt írja be, hogy le tudjuk győzni. Hát de egyes szintű a Witcherünk. Én sem találom a védekezést. Mondom, hogy nincs. Valamelyik föl, a, valamelyik izé volt ravasz hosszan. Nem merezem. De harc közben amúgy nem adta be. Vagy egyet szépen leszettél. Na, király. Nincsen? Többi. Még ott van egy. Ja, az a doboz. És ott lesz a doboz. Látod? Mindig ilyen pirosan jelzi. Aha. A körbenézel minden, ami izé, az más színű. Must be that box. Na, ügyes, köszi. Splattered with blood. Human blood. De Zsolt gyakorolt már, mint hogy nem kontrolleren. Tehát te játszottál vele. Igen, már játszottam vele, meg... Én szeretem az ilyen kihívásos játékokat, és én ezekben mindig egy kicsit magasabb szinten kezdem, mint a normális. Igen, én meg keresem a kijáratot. Jön a ló. Meg te szeretsz védekezni, én nem. Én imádok. Nekem az a kedvencem kiszámolni a dolgokat. Na és akkor most meséljen ez a csávó. Hogy mi történt, hogy mi mert nagyon vagy. Nem stimmel. Ugye? Oh, és megtaláltad a dobozt? Aha, egy kicsit nedves, de érintetlen. Végre, a szerencse rám mosolygott, és rád is Witcher, tessék itt az, amit megígértem. További jó utat. Nem nagyon mondasz semmit. Hát úgy látszik, hogy nem nézted meg az összes nyomot. Ja, és sáros benne. Igen, úgy látszik, hogy nem nézted meg az összes nyomot, és hát ezért nem tudta összerakni. Aha. Hát van ilyen. Run, Roach. Na, kérdezzük meg a vadászt. Hát, igen, a Tomb Raiderbe is lehet szenvedni. Az biztos. Come on now. Hó, te hó. Mi van? Igen. Ja, itt nem lehet rabolni. Valamit biztos lehet. Ott volt. Láttam, ott van! Ez az! Régi kecskebőr. Valamit ott hagysz, a másik oldalról is lehetett. Tényleg? Igen. Gyorsan menj vissza. Ott látod? Kifoszt foszfor! Foszfor! A foszfor nélkül foszfor. Nincs élet! Ez az! Ha most ezt a foszfort itt hagytad volna, szerintem nem tudjuk végigvinni a játékot. Igen, biztos, hogy nagy hiba szerint lett volna. Ez a foszfor, higgyétek el, nagyon fontos volt. Ez a... Slower. Itt nagyon sok virág van. Ezekért vajon? Itt lesz a füves néni.
Ja, ez a füves néni. Szerintem igen. Vajon ő szereti, hogy elveszed a füveit? Igen. Ja, már örül, hogy felhasználod és hasznosnak hát, érzi magát. Hát, hogy tőle kapom. Hasznosnak érzi magát, ugye? Igen. Na. Hagyok az én másnak is. Nem lopok el minden. Mi ez a pörgatyesz? Szia füves néni! Azt hittem öreg néni lesz! Dehogy add a koldos füvet és piros virágú lámcsak, értesz a gyógynélényet. A javamra túlzol, de tudok egy más például egy koldus fűmérgező. Nagy dózisban, kis adagokban enyhíti a fájdalmat és kellemessé teszi a... az álmokat, a legtöbb, ez a legtöbb amit... Homoktól is ér. A Griff csinálta? Griffin do that to her. A Griff tette vele? Lénával? Igen, éjszaka támadta meg, míg az erdőt járta. Ének évadján az erdőben háború idején? Egy fiú így érkezett, a fiatalok fölött ostoba dolgokat művelnek. A sebei gyógyulnak, mégis meg fog halni, a feje belülről is vérzik. Azon az én főzeteim nem segíthetnek. Jaj, most megpróbálják segíteni a kis csajon? Szia Ramona, aki még nem tette, dobjon egy lájkot, legyen. Swallow can heal internal hemorrhages. De Witcher's potions a Witcher elixirek nem embernek valóban. Igen, békésen, amiben főzeteid is segítenek, ha adok neki egy kortet az enyémből, valami balul jut ki, egész falu zsengeni fog a sikolyától. Értem. Tedd, amit jónak látsz. Homok tövisért jöttem. Looking for Buckthorn. Terem valahol errefelé? Lent a folyónál, ahol a csatorna legszélesebb, de azt tudom, hogyha kihúzod a vízbe. Jobban fog bűzleni, mint egy hetes hulla, számítok rá, ami ijeszti. Griffre vadászom, homoktam is, ha van szükségem Csalinak. Emlékszem, hogy pár éve meggyűlt a bajuk pár folytóidérccel a híd alatt. A falu alig bírta összeszadni a Witcherre valót. Az igen. You now can afford the bounty on a griffin. Kinek telik most arra, hogy fizessen egy griffért? Peter Sarnak. Valami kapitánynak. Jó tudni, hogy a feketéket ennyire érdekli a jólétünk. Peter kapitány. Már csak ilyen. Legyen. Kétlem, hogy Emil Császár törődik veled, de a kapitány talán igen rendes embernek nézem, mert fizet. Nincsenek rendes emberek a seregben. Csak parancsok vannak. Not from here, nem vagy ide valósi, ugye? Akcentus. Sok a keserűség benned, túl sok az olyas valakinek, aki kunyhóban semmi közepén éli az életét. Igaz. Te pedig sietsz. Különben nem használnál Csalit, aki csak várnál, hogy a Griff újra támadjon. Érdekes beszélgetést folytathatnánk mi ketten. Máshol, mármint. Talán legközelebb. Gyere. Halálos ágy. Kit kell megmenteni? Hagyd nézem már meg. Jó van. Megmentjük. A hölgyet. Én azt nem tudom, hogy ezzel lehet-e valamit csinálni. Hát, él. A Lénával. Ha jó, nem azt. Főzzed a pacalt. Jó tetted Ramónak. Ezt is. Nem, azt most elortottad neki. Mondjuk igazad van, este yes. Van, menjen aludni. Igen. Van eladó gyógynövényed? Megveszem tőlem. Nem baj, tudom. Akkor jó. Na, mi kell nekünk? Át kéne menni az ő oldalára, de hogy megyek át oda? Hova? Abba az oldalba, sárba. Ó. Oh. Így. Gyere, Jolán! Pillanat, csak Jolánka bűvészkedik. Ilyen rossz. Jó van, Jolán. Nincsen neki olyan növénye? Milyen? Amit keresni kéne. Egyszerűbb lenne. Dév és a könnyűség homoktövis. Az kell neki. Homokhúr. Átverik homokhúr. Átverik a izét, a griffet. Jó ez? Azaz. Szia, Emi. Mi újság? Hogy vagy? Biztos nincs. Ég veled. Farewell. Amúgy most tök aranyos. Hát, véletlen.
Amikor én itt vagyok tök aranyos, szerintem elkábítom. Tudjátok, ez olyan, hogy valaki itt van, akkor jól viselkedek, mert hogy őt még nem ismerem, hogy mit fog csinálni. Take it easy. Van, megint azt mondta. De akkor most keressük meg először, várj, a csajnak, gyógyítsuk már meg a csajt. Nem nyilatkozom, bocsi. Oké. Okay. Mit kérdeztél? Tehát, hogy hogy van? Milyen napja volt, ja? Ja, akkor lehet, hogy nagyon szar, bocsi. Vagy nagyon jó, de azt mondjuk mondanám. Mindegy. De nem ez kell nekem? Halálos ágy. Készíts egy adag fecskefőzetet. És hogyan? Azt te tudod, hogy kell főzetet főzni? Hát... menj vissza... Ott benne a csajnál? Nem, szerintem csak a főzetes rész kell. Nyisd meg azt a menüt, ahol meg tudod nézni az inventory-t, meg ilyesmit. Azaz, alkímia, főzetek, az fecske. Kell hozzá még... Még nincsen ilyenem. Fecskefű. Három ja. Fecskefű. Hát... Nézzük meg, hogy tudunk-e azt venni a csajtól. Igen, azt nézd meg, azt szerintem van nála. Vagy itt nincsen a kertbe. Hát azt is megnézheted. De ez vakonnia. Hellerbész, sülkörgő, csekenye, mi van? Akkor reméljük jobb kedved lesz a live-ba. Lándzsa utifű. Lándzsás utifű. Azaz. Lándzsa. Az várja hátra, az sárgának nézett ki. Az. Nem, az meg vergenye. Verbena? Vergenye. Ja. Vergenye. Az se az. Az. Ez az. Fecskefű. Kettő. Még egy kell. Még egy ilyen sárga kéne. Mint ez a szóba, amikor kerestük a növényeket. Az az. Ez nem az. Nem. Az nem sárga. Az piros. Ajajaj. Piros. Az gyümölcs. Ott van valami. Az lesz. Az. Ez volt az? Aha. Most megvan, megvan az öt. Na, még lopkodok. Természet adta. Ott is van. Azaz. Az is fecsköfi. Nagyon jó. Hallod itt ennek a nőnek? Azért foglalkozik ezzel. Ott egy őzike. Megnézzük, hogy őrzik. Ó, sok őzike. Mi az? Nem tudom. Csak gyanús neked? Nem. Szép táj. Na, menjünk főzetet főzni. Ja, itt ne ugorjak, csak úgy jó. Nem. Én nem mondom, hogy ne tehet. Na, csókolom. Ja, várjál. Bejövök egyből pucsit. Igen. Alkímia. Fecske. Vissza a fecskéhez. Nem tudok. Ja, mert most alznod kell, igen. Most magyarázz. Igen, fecske, tárgy elkészítése. Oké. Okay. Elkészült? Uh-huh. Sikeresen elkészítve. Jó. Akkor szia. Gondolom beszélni kell vele. Yes? Igen. Hoztam elixírt Lénának. Got a potion for Lena. Swallow. Itasd meg vele. A tavasz első jele, az újjászületés jelképe. Névnek már jó. Meglátjuk, mint mondtam, árthat is neki komolyan. Rám azonnal hat, de nekem gyorsabban meta akármi ő esetében hálás csak pár nap után lesz. Hatás. Miért döntöttél így? Úgy voltam vele, hogy ez is több a semminél. Kedvellek, Witcher. Tessék. Egy kis ajándék, azért, hogy nem maradtál közömbös. Mit adsz nekem, asszony? Remélem visszaadja a dolgokat. Mit kaptam? Nem tudom. Képességpontot. Kettes lettem! Ne? Azt vártam, hogy a Léna felgyógyul, de semmi. Persze, igen. Megfedezted szerencsétlent. Beéttem hátulról. Na. Minden már felfedezett helyszín megjelenik a térképen. Na, az ilyen az ilyen kérdőjelek, ezek olyan helyek, ahol ilyen... Aha.
hirtelen küldetések vannak. És akkor ez például, ez a vadászos. Mhm. Megyünk oda most. Na, látod milyen jó volt segíteni? Nem tudjuk, hogy Léna meghalsz, de legalább kaptál főzetet. Méregkivonat, átkozott olaj, átkozott olaj. Ezeket kaptam. Igen. Átkozott olajat kaptam. Verejték s könnyek által. Fátyol húzódik a között a világ között, amelyet az emberek látnak, és amelyek között, és a között, amelyet nem. Ez a fátyol akadályozza meg, hogy az élők megpillantsák a holtakat. Egyes varázslók képesek áttörni a fátyon, és kapcsolatba lépni a holtokkal, illetve rövid időre a napvilágára szólítani őket. Ezt a tudományt nekrománcián néven emlegetik. A holtak maguk is áttörhetnek a fájton, és behatolhatnak az élők világába. Ám a nekromantákkal ellentétben ilyenkor nem az értelem és az akarat, hanem az eszetlen, megmagyaráztatlan szükség hajtja őket. Ez a szükség olyan nagy erejű érzelmekből táplálkozik, mint a sajnálkozás, a sóvárgás vagy a harag. Ezek az érzelmek igazán gyakran abból nyerik erejüket, hogy a halott még életében valamilyen tárgyhoz kötötte őket. Melyek a leggyakrabban ilyen erővel rendelkező tárgya? Jegygyűrű, kedvenc játékok, vagy az eszköz, amellyel elkövették a büntetet, amelyek nyomán az egyén egyáltalán a túlvilágra jutott. Az szép. Hát jó van. Csodás kis Gwyn kalauz. És itt van Jennifer levele. Jennifer levele. Ja. Drága barátom, bocsáss meg, amiért nem érdeklődöm egészséget felől. Sem arról, hogy ment a sorod az elmúlt években. Kevés az idő. Fontos hírem van. Találkoznunk kell. Hamarosan. Lovagolj villógiba, vízima mellett, és ne kímeld a lovakat. És bár valójában türelmetlenül várom újbeli találkozásunkat. Nézzük. Sokáig sem türelmetlenül sem. Szia. Ott a sem türelmetlenül nem másként nem áll a módonban várni. Drága barátod, Jennifer. Utailat, még nálam az unikorn is. Nem tudom, hogy látszódott-e Jolán? Vagy hogy áll most a kamera? Na! Akkor most folytassuk a főküldetéseket, nem? Mhm. Mi villog a szójegyzék? Ja, meg könyvet. Nem emlékszem már ebbe a... Neked megvan a Hős legendája című sorozat? Nincs. Nekem sem. És szia, John! Szia, John! Várjál. Küldik. Ezek a délutáni alvások számomra mindig ilyen... Kérdezzük meg a kérdéses vadász. Volt, hogy lefekszem és utána jobban kelek-e fel, vagy nem. Nálam ilyen szerencsejáték volt, így sose csináltam inkább. Most jó felé megyünk? Gyere. Hát kicsit jobbra, ott, igen, most balra, most megint balra. Slower. Ne játsszál azzal. Jolán! Jolán! Sst, nem! Csak a kábelt hagyd békén. Igen, Jolán! Ugye? És ezt mondom. Na most kettőt is mutat, azért nem értem. Ez mi volt, hogy lelassítottál előtte? Azt hitted megbűnt egy gyors hajtásért? Persze, igen! Nem nehéz rájönni, hogy ez a vadászháza. Hát... Azért azt elkapni, amit ő elkapott, kopogtatás. Biztosan vadászik. Persze, azt még te keresd meg, mi? Trails fresh. Mizlav just left. Mizlav most indult el. Gyere ki onnan. Nem nagyon fog. Ezek a bajok például. Mizlav. You Mizlav. Te vagy Mizlav. Cheat. Hear that? Hallod ezt? A Witcher mindent hall. Farkasok nem, vagy kutyák. Yes. Azok sokkal veszélyesebbek a farkasoknál.
dogs more dangerous sokkal veszélyesebbek, mint a farkasok, alig hiszem. It's the truth. Ez az igazság. Tudod miért? No, but I nem, de mindjárt elárulod, ha nem tévedek. Wolves a farkasok azért vadásnak, hogy elessenek. A vadkutyák kettelésből ölnek. Just like humans. Ki engeded ott? I've learned much from itt akarsz kijönni? Why not cruelty? De itt nem férsz át. Igen, az Insta is szarozik, meg néha a Gmail is. Most azt se küldt el az e-mailt, amit küldtem valakinek. Ki tudod venni, vagy elmegy? I'm hunting bigger game. Várjál, mert mozog az egész asztal. Where'd you find them? Nem hagyja, azért mondom, ezek a problémák. Megmutatom, persze, de végeznem kell azokkal a kutyákkal, mielőtt kárt tesznek valakiben. Segítenél, remélem nem utálod az ezüstpengédet megmártani. Oké, segítek. Griffin's not going anywhere. Griff nem megy sehová. No. Van egy onánom. Ami kutyákra nem áll, szóval csak mihezol. These dogs been a problem for a while now. Since the war started. Soldier on the march. Megyünk kutyákra vadászni. Strangler, killer man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. So these stray mutts form packs. They've gone too late. Attacked another one. Mit mondasz? Ott lesznek. Hogy mondod? Hiányzik be a... Ezt mondod? Átadom neki, jól van. Meg is volt. Dieter. You know him? Ismered? We served at the Lord's Manor together. Együtt szolgáltunk az úrkastélyen, a fekete sereget toborozzák. Ő lovász volt, én meg fővadász. I was the Lord's Hunter. But that was before. De az még azelőtt volt, hogy... Well, a long time ago. Mi előtt? Before what? Before they drove me from the village. Faluból. Ajaj. What did you do? Semmit. I'm a furcsa vagyok. Ajjaj. I'd rather not talk about it. Bocsáss meg, inkább nem beszélek róla. Én is furcsa vagyok. I'm a freak too. Why? But of another kind. Igen, de másképpen. Lycanthropy, I can help. What? Lycanthropy. Werewolves. Farkas emberség. Handled a few cases in the past. It's usually a simple curse that... The Lord's son, Florian. A Lord fia, Florian és én szerettük egymást. Oh. Dieter ránk nyitott az istállóban, engem elzavartak. Florian felakasztotta magát. Italba menekült, a birtok tönkre ment. Ez a hosszú és a rövid változás. Hát... Sajnálom. I'm sorry. Ancient history now. I was to show you where I found the Nilfgaardians. Come. Na mutasd. Hát igen, ez elég Griffin, egy... Na például ilyen történetek vannak benne, amikor mondjam. Hát ezt tudjuk, hogy régen a melegeket elítélték a középkorban, tehát ez nem meglepő. Hát azaz. I walk silent through the woods. No Griffin can hear me nor spy me. Hát meg ugye a nőket, akik okosabbak voltak, boszorkánynak titulálták, elégették, azért sok-sok sebből vérzett a történet. Na, kövessünk közbe. De ezért kitagadni a faluból azért kemény. Na. It was here. Itt voltak. One lay there. Az egyik amott feküdt a tönknél fejetlenül, a másik az ágon lógott ott még. A balai leértek egész. Oh. Watch out for yourself now. Vigyázz magadra. Vigyázok. I'll be fine. Not the first griff. Nem az első griff vadászatom. Jó eséllyel nem is az utolsó.
Hope you're right. Én nem tudom azért egy griffnek ennyire neki menni. Good hunting now. Kettes szinten. Igen, szóval, hogy én nem tudom így... Én azért kezdtem el rögtön csinálni... Képességpontokat azért. Kaptam, de ezt hogy aktiválom? A karakternél. És itt bal oldalt. Most egy pontod van. Lehet fejleszteni egy gyors támadást, erős támadást, védekezést. Mi a puszka? Harci transz. Hát ez nem rossz. Harci transz. Nem tudom. Legyen ez először. Ja, meg nem Ramona mindegy. Mindig visszanézhetőek a live-ok. Kivétel valami nagyon olyan történik. Kivéve akkor, hogyha valamiért a YouTube úgy gondolja, hogy... Igen. Copyrightot ad zene, vagy bármi miatt olyan volt már. De ezt nem tudom, hogy trollkodásból írtad, vagy komolyan gondolod el. Aztán inkább a védekezést javaslom fejleszteni nálad. Nem baj, legközelebb. Most mit kell keresnünk? A talaj fekete kiömlött vértől. Nálam vörös. Igen. These prints are older and régebbiek és még amed. Guardians probably. Dick. Nem a jó gomb. Ott valami mozog. Ja, csak egy szarvas. Masimas. Oké, köszönöm, hogy itt voltál. Masimot, rúszem, szia. Ez idáig tart. Oké, szia Ramona, jó pihenést. Vagy tanulást. Vagy bármit. Vagy akármit. Vagy valamit. Igen. Na, tudok mászni hegyet. Igen. Griffin's nest. Ahogy ide jön a... What remains of it at least. Aha. Szerintem az már ott a griff. Corpse is a couple of weeks old. Still alive when the griffin brought him here. Took a long time. Female. Nőstény. Várvak, és ő már kikeltek. Legalább egy hete halott. De mi? A másik lesz a hím. Megvizsgáljuk a sebeket. Deep cuts over the mély vágások egész testen, semmi vér csőrén és a karmai. Didn't defend herself. Nem védekezett, álmában esték meg. De ki ölte meg a párja? Nem tud, lehet. A csőrhegye kopott, a tollazata néhol szürkés, 10-12 éves lehetett. Griffek ilyen korban választják ki életük párját. Hát vastag szőr, sűrű pejzet, királyi. Az ráadásul veszélyesebb, azt írták könyv. Igen. Miért olyan agresszív hím, amiben van? Először is az erdőbe vadászt fele, aztán elkezdett horgázni a környéken. Na, szinteltünk. Na, most már megint még egy szint. Jó van.
Sose becsüld le az ellenfeled. Witcherek szabályzatának legfontosabb eleme nem véletlenül a megfelelő felkészülés. Már sok Witcher életét mentette meg. Érdemes főzetek készítésével, olajok alkalmazásával, mesteremberek fel, igen, kovácsok, fegyvereket, páncél. Vissza kéne menni akkor a városba. Valószínűleg. Hát... Mond? Gondolom. Mert igazából én nem tudom, hogy... Én tényleg nem tudom, hogy mennyi a szintje izének, a griffnek. Jaj. És akkor most teleporttal tudok menni a térképen? Van olyan? Hát gyors teleport van. Ez nem. Igen. Melyik volt a város? Az. Ide kéne visszajönnöm? Hát a Siratóhíd. A Siratóhíd oda tud szerintem. De szerintem ki kell menned a táblához, és a táblától tudsz a következő táblához. Azt mondod? Aha, szóval a törött hídig kell kimenned. Aha, jó. Na hol volt a lovam? Onnan jön. Gyere, keszeg! Egyet mentsünk már, mert már nagyon rég mentettünk. Hát jó kérdés, hogy mikor volt, én nem emlékszek már. Mondjuk, nekem van egy ilyen kényszeres mentség, mentés, ezért kényszerem. Aha. Come on! Takartál a menni. Akkor menjünk ki a táblához. Vagy most hova megy? Hát ott a tábla megy. Aha. Most szembe, az. Nyugi. Állj! Run, Roach! Tehát akkor itt kéne kijebb menni? Wow. Ott a tábla, menj oda! Most szerintem, ha ott leszállsz... És akkor innen hova tudok ide? Hát a másik táblához. Ó, nagyon jó! Ó. Gyerekeszeg. Úgy csinálj olá, mint a most ébredt volna fel. Közben meg nem. Hát ez az. Na. Slow now. A kovácsot kéne megkeresni, hogy javítatni tudjunk a cuccunkon. Hát azt is. Van? Egy ilyen fehér kard. Térképen majd. Oda mehet. Most balra van az úton. Aha. Az úton. Most. Hagyj el, ott lehet. Feljavítva a Kovács úr. Kovács úr! Értem, hogy lehet, de táskámat ne várj vele. Benne van az ercú. Ja, nincs ilyen. Bocsánat. Like you to forge something for me. Na, itt kéne valamit majd javítania. Nincsen fánk. Na, visszatértem. Jaj. Mi az? Műkedvelő. Jaj, ezt csináltatni kéne, de nincsen hozzá cuccunk. Ú, az kéne a 32-es. Hát ezt készíteni tudnád. Aha. Csinálni, ez saját nincsen magad. Bőröm. Meg még egy fonal kéne. Na, azt nem találtam meg. Mit? Mutasd a portékád először? Nem, a szétszedést. Like you to forge. Amit az előbb megnyitottál funkciót, hogy szétszedés. Ezt hol nyitottad meg? Előbb. Aha, na ezt nem találtam. Jó. Javítsunk? Nem az már. Szétszedés nyomja? Nem, hát a szétszedés az olyan tárgyakhoz van. Aha. Jolán! Jolán! Jolo! Hagyjad! Estére mindig meghűl, ezt mondom.
nem a szétszedés, ez olyan tárgyaknál lesz, amit mit tudom én felszedsz. Nagyon ugye. Olyan tárgyaknál lesz, aminél felszered a földről, tudod, ezeket a nem használt fegyvereket. És azokat a szétszeded, a alkatrészeire. Ezeket meg le kéne cserélnem magamnál, hogy többet ad. Várjál, hogy kell átöltözni, mert ez jobb páncél, mint ami rajta. Hát, ezéhez menjél. Amúgy ezek ez a javítás rész volt. Tudom. Menj vissza B-vel. Azzal kijövök teljesen. Teljesen ki kell jönnöd. Még egyet. Igen, ég veled. So long. És akkor most az inventory. Jolán! Igen. Most megint tudod ezt a helyet, ahol vannak ezek a alapvető dolgok, mint a térkép. Igen, felszerelés. Na és itt tudod megnézni a bal oldalsó menüben, hogy mit van. És nyilván a kék az mindig itt is tudod, ilyen ritka lesz. Na, azt például fölveheted. Vadászkesztyűt. De ezek mindig ugyebár különböző dolgokat adnak. Ez például... Ja, látom. A leütéssel szembeni ellenállás, vágott sebzéssel, vagy égés ellenállás. Ez rosszabb volt. Persze. Ez is jobb. Még nem is cserégettük ezeket. Hát. Rúnak ő. Hát, ugyebár majd lesznek olyan kardok, amiknek lesznek ilyen foglalatai, szóval, hogy amit belekülünk, majd abba kell. Na kérdés, hogy most itt mit csináljunk a Kovácsnál? A return customer. Kovácsnál semmit. Nem kell javítatni? Hát mondjuk azt megnézheted a javítást. Milyen? Mert ez jó, ezek jók lennének, de nincs hozzá alapanyag. Nézd meg, mennyi cuccot adna védelembe. Ez. Hát ehhez mi kéne? Egy bőr. De az mi? Tárgykészítési... Menj a tárgykészítési összetevőbe. Hogy érted? Hát ugyanott, ahol a melvértet nézed. Egyen lejjebb. Az. És bőr. Mi kell hozzá? Kell hozzá 4 darab bőr darab. Nincs olyan ruhád, amit szét tudsz szedni? Amit mondtam neked, hogy ne ég veled. So long. Ja. Vagy... De, nála volt, igen. Igen. Ott visszavárják. Igen. Hátha. Igen, az. Like you to forge something for me. Akkor vissza egyet, szétszedés. Igen. Igen. Hogy mit ad? Ó, ez a igen, na, oké. Jó. Jó. Na, az például... Ez ad. Azt az acél Witcher kardot, hát nem tudom. Akkor a másik biztos jobb volt? Hát jobb volt. Akkor jó. Akkor... Most kaptál bőrt. Itt akkor... is van még ebbe is. Jó, akkor az még egy, akkor elvileg megvan a 4. Így meg már biztos. Ja. Felesleges, ezeket eldobálhatjuk. Ha persze. Én úgy tudom, hogy amúgy... Bár ha valaki játszott a játékot többet, az erősítsen meg, hogy itt is van ilyen, hogy túl súly, vagy hogy mondjam, hogy túl sok cucc van nálad. Nem jó van. Ja, mert meg kell csinálni. Most össze kell tenned a bőrt. De azt hogy? Alul, azt. Ó. Ó, még kell. Nem. Szerintem nem. Kell. De kettő kell. Ja, most meg nincsen bőr darabod, akkor még valamit szét kell bontanod. Várjál. Ha szét tudsz, reménykedjünk. Ezek nem adnak. Jó. Az nem jó. Ezek adnak bőrt. De az sima bőrt ad. És ha sima bőrt ad, akkor azt szét tudod bontani bőr darabokra? Azt nem tudom. Várjál, ez ad izét. Az ad bőr darabot. Jolán, miért vagy buta? Hogy kell? Tárgykészítés. Na. Most jó. Megvan, és hogy akkor vegyük fel. Na most akkor innen ki kell menned megint. Ég veled. So long. Igen. És akkor most felszerelés. És
Ja, egyből felvetted. Egyből? Uh-huh. Az van rajtad. Tényleg. Na egyből jobb. Na jó, azért 3700 életerő, na jó van. Mentsünk egyet, hogy meglett a ruci. Tudjátok, miért nem tudtam én ezt megcsinálni? Na. Már az én Witcherem túl becsületes. Ja, és nem volt ennyi lóvéd. Nekem nem, nincsen. Na, akkor még a füvet kéne, nem? Vagy valamit nem csináltunk, vagy minden megvolt a küldihez? A griffes még megcsinálhatjuk, mint küldit. Várjál. Nem tudom. Azt nézem, hogy hol... Most se tudom, mennyi az idő. Hát már 8 óra. Az igen. Repül az idő. Látod? Utána elvileg 9-kor jön Jana, utána még valamit szerintem vacsizunk. Meg beszélgetünk még veled egy jót. A live az nem fog addig tartani. Már azért live-on kívül is akarok beszélgetni Zsolt barátommal. Igen, ilyen beszélgető live-ot azért. Az már máshol. Ja. Várja, nem találom a küldiket. Már szétnyomogatom. Küldetések. Igen. Meg van minden. Homoktöv nem, is. Nem, neked még a homoktöv is kéne. Aha, szomorú. De akkor már csak az kell, nem? Ezek megvannak. Most akkor hogy lesz homoktöv? Szia, Nicole. Folyó meg. Vagy Hanna. Ez hiányzik. Szia, Nicole, Hanna fazekas. Jó van. Fel van nyomva a küldi. Már akkor igazából csak oda megyek a lóval. Igen. Parasztnő. Ott van előtted. Akkor induljunk. Át tudok menni a vizen? Hát... Ne kockáztassam mi? Nem tudom. Neked én ilyeneket nem tudtam megpróbálni. Ú, ez jó küldi. Melyik? Ja, ott volt egy mellék. Aha. Nézzük meg, tudunk-e úszni. Ilyenkor hova tűnt szerencsétlen keszeg? Az... Várjál, itt vannak a növények a víz alatt? Jana kérdezi, hogy szia, mi a helyzet, meddig lesztek élőben? Még a griffet jó lenne lenyomni. Remélhetőleg 9-re kész. Itt lent vannak a növények magyarul? Ja, az is lehet, igen. Szerintem, igen, akkor az azt jelenti. Hol a növény? Nem bírom leszedni. Nem látom. Aha, vízbe van! Na. Föl kéne menni levegőjét. Valéria Erdős mondta, hogy sziasztok. Igen, itt is van, hogy túl sok cucc van nálad, de lehet nagyobb táskát venni. Érdemes sűrűn eladni a dolgokat. Köszi, Vali! Nem is tudtam, hogy itt vagy. Mondjuk tudom, hogy nagy Witcher fan vagy. Mennyi homoktöv is kell? Beszélj, egy megvan, nem? Nézzük meg a küldit. Aha. Na, ennyi. Egy elég volt. Akkor menjünk át arra az oldalra, ahol ki tudok úszni. Gyors úszás. Witcher szag volt, ennyi. Hali potátó. Szia potátó. Bocsi, potátó. Igen. Elfelejtettem a három út kihangsúlyozni. Na gyere keszek. Akkor vágta. Ugri. Lassan érzékelte, hogy ugrok. Nem látják, hogy jössz? Nem mennek arrébb, nem nagyon ízlek. Vissza kéne fordulnak túlmentő. Látom. Nézd meg. Megjöttem. Yes? What is it, Wolf? Igen, mi van, farkas?
Elfogadtam egy megbízást a Griffre. Got good news and bad news. Van egy jó és egy rossz hír. Előbb a jó hír. A helyőrség kapitánya tudja, hol van Yennefer. Ezt a volt el volna, de mindegy. Ja, mi más akarnak két Witchertől? Rajta, mondd csak el, hány darál. A Griff elhagyta a búvó helyét, csali kell és csapdát kell állítsunk neki. És hogy megy? Megtudtam pár dolgot a Griffről, szedtem homoktövist. Legyen, hogy tudtam pár dolgot. Megtudtam néhány dolgot a Griffről, és a róka erdőbe tanyázott. Felgyűjtötték az erdőt, megölték a párját, összetörték a tojásaikat, azt hitték, hogy ezzel kész is. Mindig ugyanaz. Ahelyett, hogy szakértőkhez fordulnának, maguk próbálnak intézkedni. Ember több nyert, csak rontanak a helyzeten. Szedtem homoktövist! Pimató, menni fog, mint a karikampa csapás. Inkább a bűze. Városi fiú, rothadó hús, trágya, húgy, megszokott illatok falu helyen. Ez amúgy sajnos igaz. Emlékszel struktúra? Ahol a trágyadomba madásztad le az elgújt. A következő nap. Hogyan is felejthetném el, unod folyton szóba hozni. Jó, ha minden készen áll, csak szólj, és kezdődhet a munkák. Ideje csapdát állítani. I'm ready. Készen állok, nincs értelme halogatni, keressünk egy jó helyet, ahol lesapunk rá. Már találtam is egyet. A patak túladában egy mező és egy liget. Rengeteg a hely, és elég messze van ahhoz, hogy senkinek tévedjen a hely. Tökéletes. Jó, ott találkozunk. Vali közben írta, hogy az ezüst karddal kell majd a Griffet lenyomni. Villámfőzetet kéne készíteni. Főzetek készítése. Ho-ho-ho, az ez nem fog menni. A lejjebb kell. Ja, jó. Hol van? Ezek nem van. Jara, mondjon, ha jól van, akkor szerintem egy 30 percen belül indulok majd. Jól van, babám. Villámfőzet. Elkészült. Mit ír? Morgan volt tagra szírt, hogy sziasztok, sorry, hogy mostanában nem vagyok, de semmi baj, vissza tudod majd nézni őket, és ha úgy van, kommentelj, hogy tetszett meg ilyenek. Van egy Witcher főzeted, de ahhoz, hogy használd, előbb fel kell szerelned. Hogy szerelem fel? Vissza egyet, jobbra. Nem a főzet. Még egyet. Még egyet. Na, itt van a főzet, igen. Farkas. Melyikkel? Ez a villámfőzet. És akkor ezt berakod lentre az egyik izében, slotba, oda. Oké. Okay. És ennyi. Albetű. Használtad a főzeteket. Hát tudod, azzal a másikkal lehet úgy. Aha. De most kivette? Hát. Na, így. Aha. Akkor menjünk. Készen állunk a harcra. És vele a kudarcra. Megmentjük a világot, a pusztulástól sokat fizetnek érte. Hát... Na, az... Új, szegény gyerek. Hát most elég rossz volt Jolánka. Ott van Jolán. Most épp sétálgat. Ja, ide jövünk. Hát, oda. Le kell tenni majd a cuccat, gondolom. Szerintem ő már készíti, vagy nem tudom, a csapdát. Patak, aranyló, hullámzó, gabona, szép hely, tökéletes rajtaütéshez. Készen állsz? Te mondod. Kezdhetjük. Let's start. Wind's good. A szél felől fúj, csaliszaga hamar ide juttatja. Az egy bárány. Most már csak várnunk kell. Mindjárt jön a Griff. Ott a nyírfát alatt fogunk lapítani. Sörös dobozokat. Ja. So tell me. Szóval mondd csak, ha meglátjuk Yennefert, mihez kezdesz, vagy valami megbízásod? Nincs. K.R. Morhenbe megyek. Kicsit korai névben húzódnak az ügyek. A havazás még messze van, igen. És éppen ez a kezdeni.
te vagy. Nilfgaard átlépte a pontát keleten. Ezzel úgy egy heti menetelésre vannak Kaerban. Elérik a völgyet, mielőtt az első elfedi a hágókat. Hát el kellene tüntetni a nyomainkat. Elrejteni a dolgainkat. Speaking of winter and winter. Térről és az áttérésről szóval mit gondolsz? Talán lehet, hogy vendéget hozok. Vendéget is hozok. Szia, Barika. Ő Marika, a Barika. Rip Marika. Hallod ezt? Közel van. Én hallom. Akkor is hallod. Morgan azt mondja, hogy hozzánk képes hangos a játék. Eddig senki nem írta, úgyhogy lehet, hogy nálad van valami. Vagy halkak voltunk. Kártyán nyertem, míg te futkostál. Nem tudom. Én izgulok. De hogy is. Szép folyton gonoszról papolsz közben, meg szerencsejátékot ízöl. Hát eddig majd az alap ellenfelektől kikaptam, tehát hogy ez így izgalmas lesz. Szia, Marika! Watch out! Csapassuk! LB gomb. Szám szerint. Ó. Oh. RB gomb, azt tudom melyik az. A jobb hátsó. Jó. It's about to dive! Hogy lő! Ah! Célo... Ah. Hogy kell célozni? Gyere! Hogy, na. Ah! Ja, leesett! Most lent van. Üssel! Ah! Kitérés, kitérés! Damn! It's fast! Kitérés! Come on! Számszerű! Don't let it get away! Hát! Ne hagyd, hogy elmenjen! Kösz már későn szólsz! Szerintem elment a izébe. De mert imádom ezt a Witcher zenét. Igen. Hát ez... futás. Jaj, tudok én lóról tudok lőni! Ennyi. Utána! Csak az érzékeidet követ. Take it easy. Én már hallom. Én is hallom. Gyere! Én nyomd be a macskasomadat. Ott van. Nem bírok lőni! Nem bírok leszállni! Hát hallod! Most komolyan már! Most. Azt hittem már felkapja a lovadat, te. Én is. Most. Azaz. Kér ki. Nem tudok! Nem üt! Megvan. Hú. Not bad. Nem rossz, nem rossz. Bár akkor ez igaz. Való. Tanulni sok, sose késő. Konkrétan? Például. Egyenes csapás felfelé. Túl nyilvánvaló. But more on that later. De erre ráérünk később is. Vidd el a griff fejét a feketéknek. Én készítem a lovakat. Meet me at the inn. Találkozunk a fogadóban. Hé, még szedtem fel.
Én azért büszke vagyok Dave-re. Na, nem haltam meg! Én féltem, hogy game over lesz. Ó, várjál, Vali, valamit valószínűleg nagybetűbe írt, nem tudok kivenni. Csak izét írt, 4 darab emotot. Ne írj ennyi emotot. 3 emoji arra, figyelj oda. Igen. Köszi. Várjál, már ott viszi a lófejet, de én még szedem a virágra. Ah, szarok a virágra. Hoppá! Milyen lófejet? Szegény, vagy griffejet. Na, akkor menjünk. Adjuk le. Szia, griftetem! Nincsen abba cucc már? A már nincs. Fizettél belőle mindent. Mindent? Igen. Susunk griff sűrt csirke lesz a vacsora? Jön a hazaér, eszünk grill. Grill ezett griffet. Grill griff. A régi KFC, itteni KFC. Hazad. Ott van valami szarházi. Azt most leszarom. Nem bírok elmenni, bocsáss meg. Nem online játék. Gyere, te lidérc. Semmit nem érünk el vele. Hát ezzel nem sokat. Arra van direkt a szörny. Hoppá. Hány ez szintű? 4. Vége. Na látod, fejlődök. Most már amúgy ez a Witcher 3 a... De amúgy ez nagyon leakciózott, most azt hiszem 1009 év volt. Jaj, hogy ez te voltál? 1009 év volt, igen. És 2007-ek év volt DLC-vel. Most nagyon akciós. Igen, szóval, hogy... Már azért nem mai játék. Nem, ez is elég régi játék, de nagyon megéri, mert hogyha minden mellékküldetést megcsinálsz, és mindent már nézel, mindent elolvasol, akkor rengeteg óra van benne. Igen. És ugyebár a Collection Edition-ben abban ott van benne az összes kiegészítő. Én úgy vagyok vele, hogy a simát majd egyszer végig toljuk, akkor utána lehetnek a kiegek. That's it, Roach. Várj, itt majd fel kéne mennünk, nem? Jó fele megyünk, nem? Jó fele mész még, nem? Hamar sokan lesznek. Tapasztaltuk a mocsárba, egyszer már volt sajnos a folytó lidércek miatt game over. Bent van hátul. Megint. Látod, hogy mozog a lámpa. Nekem nincsenek ilyen kifejezett érzékeim arra, hogy tudjam, hogy hol van a Jolán, érted? Elnézés. What the hell is this? Rengeteg órán van benne nekem is. Vali, te végigjátszottad? Vannak bolondnak, nézed engem? Ez gabona rohadt. Én nem tudtam. Tehát bolondnak a fenébe soha nem okulunk. Haditörvény második paragrafus 3 cikkel. Hasznavetetlen javak beszolgáltatása 15 korbácsütés. Csináljátok. Ne, az istenekre ne! Nekem is okoztak game over-t, írja Vali. Megöltem a griffet. Nem, hová lett a jóséges kopi? Igen, mert Morgan írta, hogy hát megvenném, csak a gépem az úgy, a Windows jókat rövő, hogy szenvedek, meg most veszek holnap egy új iPad-et. Could it be because it held the sword that killed their loved ones? A moralist! Morális, mégis mit tennél a helyembe? Wouldn't ever be in your stead. Soha nem lennék a helyedben. Mondd, miért jöttél? Megöltem a griffet, teljesítettem a megállapodás rámeső részét, te jössz, merre ment Jennifer? Jennifer. Vizimába. Egész végig egy napi lovagrása volt innen az órom előtt. Igen, mondhattam volna, de akkor nem ölted volna meg a griffet valamit valamiért. Szia, Abigail. Fú, de benyomosnék én ennek. Megállj! Még nem végeztünk, ez az arany a tiétek, nem akarom, hogy azt mondjátok, nem fizettelek ki benneteket rendesen. Jolán! Ne rángasd le az egeret, meg a billentyűzet kábelt. Hát ami így viselkedett, lehet, hogy eldobom a pénzt. Hogy nem kéred? Aha. Üsd ki a markából. Stand, dear. Stick the bark up the trees again. Please, no more.
Készülj fel a távozásra. De hogyan? Hát be kell menned vissza izébe. Fehér gyümölcsösbe. Ja, a fogadóba. Uh-huh. Nincs itt gyors utazás, de ott van lent az izénél. Sajnos üti a korbáccsal ugyanúgy. Hallom. A rohadék. Rendben, Morgan, köszönöm, hogy benéztél. Szia. Ezekben a játékokban ez a jó, hogy akárhányszor végigviheted, mert még mindig találsz olyat, kétszer amit átsiklasz, szóval, hogy... Aha. És te raboltál, Vali, vagy pedig jó Witcher voltál? Mármint, hogy rossz Witcher, mert... Na. Yennefer's in Vizima. Yennefer Vizima van, akarod néhány barátunk, szóval... Something wrong. Valami baj van? Look around. Trouble. Nézd körül. Mindjárt lesz. Kik ezek? Who are they? Patriots. Hazafiak, a hetedik rundot tisztelt Temeria dicsőségére, és erős szemviszket az öklük. Nem látok ízét. Találnak ők maguk a ellenségeket. Vásárolnak élelmet az útra, aztán indulunk. Geralt, maradjunk ki belőle, csak most az egyszer. Ott főzi a bablevest. What happened to the lilies? Ajaj. Took them down. Leszetted, hogy az aranynapos takassza a helyére? I cannot show to Miriam colors. Még rám gyújtja a fogadót. Vali nem rabolt. Maybe it's true what they say. Igaz lenne, amit beszélnek? Hogy kedveled a császáriakat? Hogy Nilfgaard szukája vagy? Ajaj. Fel se veszem, tudom, hogy a bánat emészti a lelkedet. Csajbunyó! Ezek felakasztották a nővéremet, kirángatták a kolostorba, mint egy kutyát. Azzal a Nilfgaardban nincs helye a babonának, hogy nem félnek az istenek haragjától. Hát te? Annie nélkül a kölyök között csak megfújta volna a köldök zsinór. Ó! Nem féled te? Azt a rohadt! Felismered a medált? Tudod, mit jelent? Halli Réka. Vissza. Szia, Halli. Szia, Réka. Azt mondják, hogy Witcher gyerekeket lopnak. Igaz ez? Mit ígért nektek a császár? Furcsa, saját országot? Kifelé, mindannyian. Uh-oh! És ti sem. Ajajaj. Magam is úgy érzem. Itt azt hiszem, hogy mindenki holtan fog távozni. Gyerünk! Ennyi. És... Pápa! Szia, fej! Jó fej volt. Valamikor. It's all right. Minden hát rendben vége. Nagy fejetlenség volt vele kérdni. Ennyit a megmentésedről. Most már nem olyan keményi. Látod az arcát? Távozz és soha ne gyere vissza. És elkezdtek hányni a hányból. Ennyit a kimaradásról, gyerünk megnézni. Szerintem ez gyönyörű lezárása a mai live-nak. Igen. Viszont szerintem ezt majd csak veled folytatom, hogy mikor átjössz vendégbe. Az a bunyó, nem mi kezdtük. Ajaj. Ó. Érzi. Nem büdös hányászak, kifogások. Kifogások, sem elnyit, sem áltoztál. Ó-ó. Jen, Jen, hogy? Jelentést kaptam egy Witcherről, aki megjelent fehér gyümölcsösben. Tudtam, hogy te vagy az. És engem keresel.
I might have waited until Várattam you found volna, amíg me, megtalálsz, de ismersz. Türelem sose volt erős Patience oldalam. Has never been my strong suit. It's jó látni téged, Geralt. Én még meg is ölelnélek, ha nem lennél vértől mocskos. Bocs, nem számítottam rád, az igazat megvalva egyáltalán nem így képzeltem a találkozásunkat. Hát én sem. Hogyan képzelted? Nem képzelt hozzád. Ne is félj, Jennifer, én is örülök, hogy láthatlak, de azt hiszem, tartsol egy magyarázattal. Meg is adom, Vizimában, lóra. Mire ez a sietség? Az elmúlt 6 hónapot nyerekben töltöttem, 2 éve nem láttalak, nem lehetne, hogy egy kicsit... Sajnos nem. Valaki, aki nem szereti, a megváratják. Valaki vár rád. Emir Var Emreis császár, vagy a barátainak csak a fehér lánk, meg ellenségei sírhalmán táncol. Kétlem, hogy én közéjük tartoznék. Ha jól emlékszem, legutóbb ott találkoztunk, meg akart ölni. Hát most egy ajánlatot akar neked tenni. Olyat, amit nem lehet visszautasítani? Én nem utasítottam vissza, bár megtehettem volna. Kíváncsi vagyok nekem, mit ajánlott. Nem sok olyan dolog van, amiért feladnád a szabadságod, és még kevesebb olyan ember. Minél előbb indulunk, annál előbb tudod meg. És te este? Én az ellenkező irányba megyek, valahogy kétlem, hogy a császár meghívása rám is vonatkozott. Mellesleg dolgom van Fairmorehandban, emlékszem? Igen, emlékszem, köszönöm a segítséget, veszem. Nem sokára találkozom. Vagy soha többet. Milyen a rovat? Gyors? Nem panaszkodom, miért kérdez? Szeretnék a vastag városfalak mögött lenni, amilyen gyorsan csak lehet. Miért akar a város falak mögött lenni? Meg most már tényleg érdekel, hogy miért fogadta el. Ez ám a gyors tempó! Battyognak! Hát játszhatjuk tovább veled, de akkor én meg nem játszhatok vele. Ó. Vagy játszhatsz és majd meglepődsz így. Persze, majd így random meglepődök. Akkor valamelyik másikkal kell játszanom. Tudod, mostanában veled álmodtam. Téged ismerve biztos, hogy malackodás volt. Csak az elején, de aztán... Így kezdődött. Vágtass most! Így kezdődött az álma. Igen. Vigyázz! Közre fogtak titeket. Igen. Júj! Au! Ez fájhat. Nem kicsit azért. Romantika indiér, azaz. Jó van, csinálj valamit. Villámtámadás, Pikachu! Nagyon jó. Ő nem csak a szeméből szórja a villámokat. Jennifer, hogyan? Holnap beszélünk erről, rendben? Az audiencia után. Addig a elektromos hát Pokémon. Ezt már nem tudjátok meg. Majd csak a következő részben, ha velünk tartunk. Következő részben. Mialatt Jennifert, a korábbi barátját és szeretőjét kereste, Geralt fehér gyümölcsös kert falujához ért. A varázslónő alig néhány lépésre járt előtte, mégis elérhetetlen maradt. Végül a Nilfgaardi erőség parancsnokának segítségével Geralt megtudta, hogy Yen valójában a közeli Vizimában tartózkodik. Amikor újfa... Ezt nem én nyomtam át. Tudom. Na, egy hol máshol kezdődne a következő jelenet? Hogy megint fürdetünk. Igen. Szóval itt mindig a fürdetés nagyon fontos. Három nő dörzsöli. Látod, a hónalját is mosad meg? Igen, de nem tudom, ő rajta mindig van nadrág, látjátok? Igen.
Hát ezzel órákat lehetne játszani Hunor, szóval, hogy ez még szerintem rövid is. Igen, a nagyon picik meg nem nézhetik nyilván, tehát azért tudjuk, hogy van, ahol a szülő beleszól jogosan. Igen. Majd visszanézi, akit érdekeltem úgy. Az úriember használja az ő császári felsége teljes titulusát. Az úriember azon a zsámolyon fog ülni. Hogy min? Ezen a széken. Jó van. Jó játék ez. Kledwin, kérlek borotvált meg az úriembert. Mit beszélsz? Embert. Dehogy borotválsz. Mindjárt, rúg meg. Csibész. Borotvált meg. Valami gond van a szakállam. Borotvált meg. What's wrong with my beard? Méltóságot kölcsönöz. Így van. Ez így van, ugyanakkor le van az eleganciádból. Névgárdban a szakállat kellemetlen viseletnek tartjuk. Különösen a tetves szakállat. Anyád. Úton vagyok már egy ideje, rendben, tedd a dolgot. Dörd hátra a fejed, kérlek, és ülj nyugodtan, amíg elvágom a torkod. Hát kb. How goes it? Hogy megy? Az előkészületek az audenciára az tervek szerint haladnak? Igen, tábornok, az úr többé-kevésbé szalonképes lesz. Ki ez a fickó? Ő a Borbé? Mikulás? Nem, Morvani Jorhis, az Alba osztag parancsnoka, a Jennifer kísérete, mind az én embereim voltak, egytől egyik. Indeed, were. Valóban voltak, mert egy sem tért vissza a vizmába, ugye? Igazán kíváncsi vagyok, mi történt tegnap az úton. Talán te felvilágosítottnál, van idő, és egy borotva a torkodon. Na, ezt mondtam, látod? De szemét. Az embereit harcban estek el katonázni, miattam vadfalka ölte meg őket. Vajon ők tudják, hogy mi az a vadfalka? Nem hiszem. Látom, hogy a sorsuk nem zavar téged nagyon. De hiszem, hogy őket sem zavarta nagyon azok sorsa, akiknek hazáját meghódították. Északiak megfürdhetünk, megborotválhatunk, felöltözhetünk, de hogy jó modort tanítsunk. Na, az már komoly kihívás. Én is örültem a találkozásnak. Kész, megborotváljam még egyszer az ellenkező irányból? Ne, ő maga az ellenkező irány. Ez épp elég. Ég veled, Witcher. Vagy inkább a mielőbbi viszontlátásra. Jó, az úriember felöltözhet. Rendben van, Zsolt stylist. Én meg azt mondom, hogy a másik irányból is meg kéne téged jól borotválni. Igen, azt hittem hirtelen ez lett a ruhám. Sajnos nem kaptam pontos méreteket, ha a ruha lötyög, a szapó majd igazít. Kicsit Joker beütése van, azt írja Alice. Amúgy tényleg? Igen. Mindegy milyen színű, csak fekete legyen. Hol a cuccom? Legyen ez, hol a cuccom? Where are my clothes? Hol a saját ruhám? Ahol régóta nem járt, a mosónőnél. Fú, de paraszt. Visszakapod az audencia után. Tisztán, kényelmesen. Az úriember jelezze, sikerült ruhát választania. Egy pofon. Szerintem ez a sávó, ez egy ilyen full meleg. Én ezt igen, így képzelem ez egy, bocsánat, de ez egy díszbuzi. Ezt így képzelem, hogy az úriember felverti a ruháját. És hogyha nem tetszik önnek a ruha mérete, akkor a szabó majd magára igazítja. Hallod, de nem mindhárom ugyanaz? Nem tudom. Várja, ez ilyen középű cipzáros, mint a cipzár lenne. Igen. Hátulról semmilyen budgyos, ez is budgyos. Nincs cipzár. Szerintem itt is ez. Van cipzár. Nincs cipzáros. Ne a budgyosat, meg ne a fentízi balléros valamit. Hát akkor ez simát, ezt. Várjál. Ne, várjál. Hát ez... Ez a cipzáros, ez meg a budgyos galléros. Ne, a budgyos, úristen. Azt nem, ezek ezt. Nagyon... Ah. Mind szar. Tehát, hogy... Nincsen valahol máshol ruha. Nincs a szekrénybe. Mindenki sznob, ilyen egy vár. Nyilván tudom. Tudom. Jó, akkor ez kifosztás, de hát felveszem csak. Felvétel alval. Egy összes felvétele Y-nál. Úgy. És most hol a ruhám? Ja, öltöz fel és beszélj akkor. De hogy öltöz? Ja, nem vett fel, kell vennem.
Hát de szép szállegény lettem. Na innen fogjuk folytatni. Na. Sajnos megszakítjuk adásunkat. Megszépült Geraltal. Igen. A raktárban. Nekem is ez tetszett a legjobban. Úgyhogy Jézusom, de furcsa vagyunk szakál nélkül. Szakál nélkül és... És a ruha nélkül. És ilyen ruhában. Szóval értem én, hogy... Na mindegy. Vali, jó van, köszönjük, Vali. Hogy itt voltatok, srácok, ennyi Vali, volt a móka mára. Igen? Vali, meg lehetett volna akadályozni, hogy nem brotválják meg? Ez egy jó kérdés közben. De igen, ennyi volt a móka mára. Azt hittem itt is benyomja azt, ahogy éppen kinéz, de nem. Ja. Még ezt megvárjuk, hogy meg lehetett-e volna akadályozni a borotválást, igen vagy nem. Hát gondolom meg lehetett volna. Hát, majd írd meg vali kommentbe, mert lehet, hogy már nem fogjuk látni. Nem. Nem. Akkor láttuk. Hát, sajnáljuk. Na, akkor ügyvéd úr barátommal megbeszéljük, hogy hogy lesz folytatás, átbeszéljük live-on kívül. Köszönjük, hogy itt voltatok. Aki lemaradt, nézze vissza, mert érdemes. Nagyon jó sztoria volt, a Griffharc is tök jó volt kidolgozva. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, mindenkinek monguftakát, jó éjszakát kívánunk, majdnem 4 órás live volt, az azért kemény. Kellemes. Mondjuk úgy eltelt az 1 óra, amikor jött, hogy 1 órája játszottam és nem tűnt fel. Nem veszed észre. Nem, ennél egyáltalán nem. Úgyhogy semmi. Legyen szép napotok, sziasztok! Sziasztok!